és a beszélgetés témája a demokratikus baloldal kilátásai, lehetőségei, és nem kis részben a közelmúltja is. Hadd köszöntsem a beszélgetés részvevőit. A ABC sorrendben próbálok haladni. Csigó Péter, szociológus, aki a Milla körüli szellemi élet egyik szervezője és résztvevője, és a idén nyáron egy nagy figyelmet kapott cikksorozatot közölt a demokratikus megújulás társadalmi bázisáról és lehetőségeiről. Lakner Zoltán, akiről mindenki tudja, hogy az ország egyik legjobb politikai elemzője, hogy kevesebben tudnak róla, hogy ezen kívül szociálpolitikát oktat és ért is, és talán ez ebből is valami ki fog derülni ma este. És Szigetvári Viktor, aki hát többszörös országos kampányfőnök, a Szocialista Párt korábbi kampányait vezette, jelenleg már egy ideje a Bajnai Gordon nevéhez kötődő Haza és Haladás Alapítvány, illetve most már egyesület egyik szervezője, és az Együtt 2014 nemrég meghirdetett mozgalom egyesület egyik szervezője. Azt gondolom, hogy egyikőjük sem sértődne meg, hogyha a tágan értett baloldalhoz kötődő közszereplőként jellemezném őket, és azt gondolom, hogy abban sincs ebben a körben túl nagy nézeteltérés, hogy hogyan kell értékelni a nemzeti együttműködés rendszerének az elmúlt két évét. Ugyanakkor lehetnek bizonyos hát nézetkülönbségek a tekintetben, hogy miképpen kell értékelni a balközép korábbi években nyújtott teljesítményét, illetve lehetséges nézeteltérés abban a tekintetben is, hogy mik a politikai prioritások, mik a pontos célok az itt most következő évekre. Tehát ezekről a kérdésekről szeretnénk beszélni, és felütésként nem kevesebbet kérek a részvevőktől, mint hogy beszéljenek arról, hogy milyen támpontok lehetségesek egyáltalán a 2010 előtti időszak általános politikai teljesítményének az értékeléséhez. Milyen támpontjaink vannak ahhoz, hogy különös tekintettel a balközép kormányok munkájának értékelésére, mi az, ami ebből ma is vállalható, és mi az, ami alapvető újragondolásra szorul? Egyébként én Miklósi Zoltán vagyok, és én fogom ezt a beszélgetést kezdeni. Figo Péter, messze azt, hogy én kezdem. Ja, én kérdeztem. Jó, bocsánat, elnézést, én meg akkor magam vettem. Jó estét kívánok. Hát egy pár dolgot fölírtam magamnak, ilyen pozitívumokat, meg negatívumokat, és akkor ezekbe talán bele tudunk kapaszkodni. Egyfelől élnék azzal a... A mikrofon. Eddig be volt kapcsolat. Élnék azzal a erősnek tűnő állítással, hogy az elmúlt 20 év, amit ma nagyon utálni szoktunk, ez azért mégiscsak a magyar történelem legszabadabb 20 éve, hogyha a polgári és politikai jogokkal való ellátottságunkat tekintjük. És itt lehet mondani az alkotmányos intézményeknek a kiépítettségét, azt, hogy szabad választásokat tartottak, ami úgy tűnik így retrospektíve egyre nagyobb értéknek tűnik mindannyiunk számára, hogy van egy életmód, jelentős életmódbeli változás, erről majd mindjárt mondok valamit, hogy milyen autókkal járnak az emberek, és milyen tévéket néznek, meg hova járnak vásárolni, és mit vesznek. Volt egy erős elkötelezettség azzal kapcsolatosan, hogy ezt a kompországot, ezt a nyugati parton kikötik. Ráadásul sokáig volt, és majd erről a 2006-os nyílt rendszerválság kapcsán érdemes beszélni, hogy legalább addig volt egy olyan érzete a magyar társadalomnak, hogy van itt egy linearitás, tehát hogy ha lassan is menjünk, de legalább jó irányba, és aztán egyszer majd csak odaírunk valahova, ahova most nem tudom, hogy odaírunk. A negatívumok oldalán, nyilván hosszan lehetne ezt részletezni, a negatívumok oldalán azért legalább ennyi dolog van. Egyrészt szerintem a magyar politikai osztály által meglehetősen későn, az én emlékeim szerint olyan 2005 táján fölfedezett foglalkoztatási válság és ugye erre épülő mindenféle egyéb társadalmi problémák azért hát azok a 80-as évek végétől jelen vannak, és ezekre semmilyen átfogó probléma megoldó konstrukció nem alakult ki. Ezeknek a foglalkoztatás hiánynak a kérdését az besöpörték a nyugdíjrendszerbe, illetve kitolták egy olyan
szociális ellátó rendszerben, ahonnan egyébként könnyű volt kiesni. Ugye manapság szeretik emlegetni, hogy milyen kormányoldalon, mert már előtte is kormányoldalon ez időként téma volt, hogy a segélyekből való megélhetést, azt ellenőrztönözni kell, arról kevesebbet szoktak beszélni, hogy mondjuk a segélyre egyébként szociális helyzetüknél jogosulhatnak közel a fele, amúgy is kiesik a szociális segélyekből. Tehát, hogyha mindenki bejelentkezne, aki egyébként jogosult lenne rá, akkor elég nagy bajok lennének az ellátó rendszerben, és ez sokkal nagyobb gond, mint a jogtalan igénybevétel. Ezzel összefüggésben a szegénységnek a problémája az ugye megint csak a 80-as évek végétől nagyon erősen megjelent, és erre sem volt válasz. Tehát ma mindenkit sokkal az teljes joggal, hogy 4 millióhoz közelít a létminimum alatt élőknek a száma, de egyébként másfél évtizedig ez az ország 3 millió létminimum alatt élővel döcögött el, ami hát finoman szóval nem segítette a társadalom integráltságát, és mondjuk azt sem, hogy a demokrácia teljesítményt azt nagyon pozitívnak lássák, és ez a konjunkturális időszakokban is így volt. És van legalább még egy probléma, ez a jövedelmi frusztrációnak a kérdése, ami hát sok mindennel összefügg, itt világgazdasági helyzetünkkel jelentős részben összefügg, tehát hogy ugyanazért a munkáért kiad, és mi az ugyanaz a munka, tudom, jóval kevesebb jövedelemre lehet szerteni Magyarországon, és ez teljes joggal frusztrálja a magyar társadalmat, mert hogy egy jelentős része nem tud megélni, díjhátralékokat halmoz föl, nem véletlenül menekült sok ember különböző nehezen visszafizethető hitelekbe, tehát nem jó kedvükben tették ezt meg nagyon sokan, amikor ha itt a felelősségnek kérdését föl is lehet venni. És van egy harmadik probléma, és ezt abban hagyom, ez a kormány zásnak a minőségéről biztos Sigó Péter is sokat tud mondani, hát mit tudom, hogy pláne sokat tud mondani, ő látott közülünk legközelebbről kormányzást, amivel összefüggésben nyilván meg lehet említeni a közpolitikai folyamatoknak a tervezettségét, a célorientáltságát, az érdekbevonásnak a létezését, vagy nem létezését, és hát ezzel kapcsolatosan a korrupciót is, amelyről egyre inkább hajlamos az ember azt gondolni, hogy nem csak egy ilyen járulékos probléma, hogy egyébként nem jól kormányoztak és mellesleg kicsit loptak is sokan, hanem hogy úgy tűnik, hogy azért külső érdekek, mint kormányon elvileg kívülálló érdekek jelentős mértékben befolyásolták azt, hogy olyan módon kormányoztak rosszul, amilyen módon kormányoztak rosszul. És hát nyilván ezzel kapcsolatosan az átláthatóságnak és a valódi számon kérhetőségnek, illetve a részvételnek a hiátusai fölvethetők. Üdvözlök mindenki, Csigó Péter vagyok, egyébként már bemutattak, elnézést kérem, hogy még egyszer. Hogy meglepet is, tehát más nevet mondtam. Igen, a blogoszférás álneveimet most nem mondanám el. Ugye az volt a kérdés, hogy milyen támpontokat érdemes számításba venni, vagy számba venni akkor, amikor ugye ezt a bizonyos elmúlt 20 év történetét, vagy sikerét elemezzük. Én sem szeretnék ugye egy átfogó képet adni, nem is feltétlenül olyan módon súlyoznám ezeket a dolgokat, mint amilyen során el fogom mondani. Én azt gondolom, én negatívabban látom a képet. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy ezt a Tamás Gáspár Miklós megfogalmazta nemrégen, a rendszerváltás történet, ez egy hanyatlás történet. Természetesen nem lineáris hanyatlás történet, nagyon fontos töréspontok vannak ebben a történetben. És természetesen fontos azt figyelembe venni, mondanám így előjáróban, hogy nem ugyanolyan mértékben hanyatlás történet a 90-es évek, a 2000-es évek és a 2010-es évek. És akkor, hogyha hanyatlás történetről beszélünk, akkor elsősorban a 2000-es évek és a 2010-es éveknek a hanyatlásáról érdemes szerintem beszélni. A 90-es években azt gondolom, hogy nem teljesítettünk rosszabbul, mint a többi kelet-közép-európai ország. Összességében viszont a végeredményt tekintve azt gondolom, hogy van egy szép kifejezése Jürgen Habermasnak, ő ugye a 89-es forradalomra azt a kifejezést használta, hogy helyrehozó forradalom, illetve tehát a rendszerváltás idézőjeles forradalmára, amennyiben ez forradalomnak tekinthető, de ő azt mondja, hogy noha nem folyt vér, forradalom volt abban az értelemben,
hogy azok az Európához tartozó országok, amelyek eddig egy ázsiai modellben vagy szovjet modellben voltak kénytelenek élni az életüket, helyrehozzák ezt a kisiklást, és felzárkoznak a nyugat-európai jóléti demokráciákhoz. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy jelenleg az a helyzet, hogy ez a helyrehozó forradalom ez elbukott. És nagyon nehéz lesz visszatérni arra az útra, amely újra a jóléti, az európai jóléti demokráciák felé vezeti az országot. És az a fajta, akkor viszont, hogyha töréspontokról beszélünk, akkor ez nagyon fontos tudomásul vennünk, én azt gondolom, hogy ez az elkanyarodás a jóléti demokráciákhoz való felzárkózásunktól, ez a 2000-es években kezdődött, az első Orbán kormánnyal, illetve az őt követő két szocialista dominanciájú ciklussal. Melyek azok a támpontok tehát, amelyek ebben a kontextusban a 2000-es éveknek a teljesítményét segíthetnek nekünk megítélni? Az egyik ilyen támpont az például az, hogy úgy tűnik, felmérések ezt mutatják, hogy azok a generációk, azok a fiatal generációk, amelyek a demokráciába szocializálódtak, azok kevésbé vallják a demokratikus értékeket, kevésbé azonosulnak a demokrácia értékeivel, mint azok a generációk, amelyek a Kádár rendszerben voltak fiatalok. Én azt gondolom, hogy ha van olyan mutató, amely ennek a helyrehozó forradalomnak az elbukását illusztrálja, akkor ez az. Az a gondolat, ugye, amire egyébként már Zoli is utalt, hogy hát most még döcög a szekér, de egyre közelebb leszünk Európához, bele fogunk tanulni abba, hogy hogyan működik a demokrácia, hogyan kell működtetni egy demokráciát. Ez a remény, ez a 20 éves remény, ez abban a pillanatban foszlik ketté, amikor azok a generációk, amelyek az idősebbektől át fogják venni az ország irányítását, azok kevésbé demokraták, mint azok, akik egyébként nem demokráciában működtek. Nem akarok túl hosszú lenni, úgyhogy lehet, hogy ezeknek a többi dolognak a kifejtését azt egy későbbi körre hagyom. A második dolog, ami az én véleményem szerint a 2000-es évek kisiklásának egy fontos támpontja, vagy fontos mutatója, az egy karterpárti modellnek a kialakulása. A karterpárt az a politikatudományi szakirodalomban egy olyan pártot jelent, amely, illetve a karterpártok kifejezés, amelyeknek nincsen tömegbázisuk, a társadalom fölött egy ilyen kasztként elhelyezkedő politikai osztálynak a tagjai, mindannyian állami, elsősorban állami forrásokból élnek, és egyfajta média jelenléten keresztül próbálják meg fenntartani a legitimitásukat, és egyébként pedig közpolitikailag nagyjából ugyanazokat az elveket vallják, és ugyanazokat a dolgokat csinálják. Tehát az a dolog, hogy ez a MSZP és a Fidesz által fémjelzett kartellpárti rendszer, ez kialakulhatott, és én ezt valóban egy rendszernek tartom. Nem pusztán azt gondolom, hogy hát természetesen mindenhol vannak hibák a demokrácia működésében, és hát itt is voltak hibák, hanem ezek a hibák, ezek összeálltak egy koherens rendszerré, amely szisztematikusan félrekezelte az országnak a válság jelenségeit, és szisztematikusan képtelen volt arra, hogy az ország előtt álló kihívásokat megválaszolja. Például azért, mert a pártok között tulajdonképpeni szakpolitikai eltérés 2010-ig bezárólag nem volt. Tehát megszűnt az a, vagy 90-es években még talán létező választás, amikor valódi szakpolitikai, valódi közpolitikai alternatívák között választhatott az ország. Ezt is majd később kifejtem akkor, hogyha erre visszatérhetünk, hogy mit jelent ez a kartellpárti modell részletesebben. Aztán ugye óriási nagy a rendszerválságnak egy nagyon pontos mutatója az, hogy a magyar oktatási rendszer, az, és ugye visszautalnék itt a foglalkoztatási problémákra, egyszerűen Magyarországon az emberek nem tudnak elmenni dolgozni, a gazdaság meg nem talál kompetens munkaerőt. A magyar oktatási rendszer az képtelen arra, hogy az alacsonyan iskolázott rétegeknek a gyerekeit piacképes tudással lássa el.
Akár jobboldali, akár baloldali kormány volt az elmúlt 20 évben, képtelen volt azon, hogy ezen változtassa, és ugye ezek szerint a PISA felmérések szerint a magyar oktatási rendszer a világon Mexikó után talán a legegyenlőtlenebb. Ugye az egészségügy állapotát ezt nem kell lecsetelnem, a 1990-ben elérhető egészségügyi szolgáltatás minősége semmivel sem volt rosszabb, mint a most elérhető egészségügyi szolgáltatás minősége. Legújabb felmérések azt mutatják, hogy tulajdonképpen most már hálapénz ellenében sem lehet a műtétekhez szükséges technikai és emberi erőforrásokat előteremteni a kórházakban. És ugye a harmadik dolog az a gazdasági növekedés, amely ennek a jóléti felzárkózásnak egy harmadik tét, tehát ugye a humántőkében való felzárkózásunk az nem történt meg, a gazdasági felzárkózásunk sem történt meg. Közgazdászok ki tudják számolni azt a mutatót, amely a magyar gazdaság állapotának, a magyar gazdaság belső növekedési potenciáját fejezi ki. Ez ugye azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy milyen konjunktúra van a világban, válság van, vagy növekedés van, mi az a növekedési potenciál, amelyre a magyar gazdaság saját erőből képes. Ez mondjuk 4% volt 2000-ben, és 0% most, és 0,5% volt 2010-ben. Tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy egy felzárkózást véghez lehetne vinni, akkor, amikor a gazdasági populizmus oltárán áldozatul esik a gazdasági fejlődésünk. És a negyedik pont az, hogy a jogállami kereteket is felzabálja ez a rosszul működő rendszer. És a jogállami keretek felzabálása az nem 2010-ben kezdődött, hanem az első Orbán kormánnyal, és aztán az ezt egyre agresszívebben és agresszívebben folytató szocialista kormányzással. Ez volt az időszak, amely alatt különböző nemzetközi szervezetek felmérése szerint az a növekedés, ami a 90-es években elindult a magyar politika elszámoltathatóságában, átláthatóságában, korrupciómentességében, a kormányzás hatékonyságában, a politikába vetett bizalomban, a politikai stabilitásban, Ez a növekedés ez valahol olyan 2003-2004-ben törik meg, és azóta a visszacsúszásunk folyamatos. Ugye itt erre is majd visszatérhetünk egyszer, hogy természetesen itt nem csak ezek az absztrakt mutatók szintjén érezhető ez, hanem például a hatalmi ágak szétválasztásában, hogy most állandóan arról van szó, hogy a hatalmi ágak szétválasztását megszüntette a Fidesz, hát ez nem igaz. A törvényhozás és a végrehajtás elkülönülése az első Orbán kormány és az MSZP kormányok alatt szűnt meg. És természetesen ez aztán radikalizálódik, ahogyan egy kétharmados felhatalmazással bír a Fidesz kormány, szemben az 50, az a éppen alig többséggel, ami az MSZP kormánynak volt. Tehát ez radikalizálódik ez a folyamat, de az irány, amelyben indultunk, az egyértelműen a 2000-es években jelent meg. Ezt is alá lehet bontani részletesebben, de hogyha visszatérünk rá, akkor majd elmondom részletesebben. És aztán az utolsó pont, amit ebben szeretnék mondani támpont, az, hogy ez a fajta antidemokratikus működésmód, amelynek a korrupció, a populizmus és a demokratikus kormányzás szisztematikus megerőszakolása tulajdonképpen egyaránt részét képezik, ez átcsap egy nyílt represszióba a cigányokkal szemben, megjelenik egy kontrollálhatatlan, vagy hát legalábbis nagyon magasra felkúszó szélsőjobboldali mozgalom megjelenésében, a közmunkarendszerében, a 2006. október 23-ában, ugye ezt is lehetne sorolni, azt, amikor tulajdonképpen olyan korlátok lépődnek át, amelyek korábban nem voltak átléphetőnek gondoltak, és ez is egy olyan dolog, akár a közmunkáról beszélünk, akár a cigány bűnözéses retorika használatában, akár a rendőri erőszakban, akár a titkosszolgálatok feltételezhető bevezetésében, amely szintén nem 2010-ben született. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a támpontokat, hogyha így összerakjuk, akkor kaphatunk egy képet arról, hogy pontosan mit jelent az a tézis, hogy a 2000-es években Magyarország letért az európai
jóléti demokráciák felé vezető útról, és ez az elképzelt utopisztikus helyrehozó forradalom gondolata, ez hát legalábbis egyelőre a kútba esett. Lehet, hogy nem figyeltem, hogy köszönöm a meghívást, de hogy a kérdés az nem az volt, hogy a támpontok szubjektív szelekció alapján alkossunk ítéletet az elmúlt 20 évről, csak hogy itt a vezetőre nézek, hanem az volt a kérdés, hogy melyik a támpontok. Csak hogy mire válaszoljak? Tehát mert a támpontot is és az ítéletet is. Pillanatra zavarba jöttem. Én azt gondolom, hogy furcsa, hogy támpontok azért vannak. Most közszereket lehet erre válaszolni, tehát vannak statisztikai adatok, vannak tények, hogy mi történt az országgal, a történelem könyveket föllapozzuk. Másrészt, harmadrészt vannak szociológiai felmérések, jó esetben idősoron, rossz esetben pillanatképek. Tehát szerintem 100 év múlva nyilván ezt fogják megnézni, és nyilván lesz akkor egy mostani elmúlt 100 évről visszatekintően nyilván strukturáltabb oral history feldolgozása mindannak, amiben élünk, és majd valószínűleg ezt a beszélgetést is egyszer, ha valakit nagyon érdekel a század eleje ennek az évnek, akkor majd meg fogja vizsgálni. Na, viccet félretéve, én azt gondolom, hogy támpontok valának, és szerintem nem is kell ezt nagyon bonyolítani. Az, hogy most a támpontokról milyen véleményt alkotunk, az egy másik kérdés. Nyilván nekem azt hiszem, picit más véleményem van, mint Csigó kollégának. Ezt a vitát most nem meccselném le, azt hiszem, de azt egy pár megjegyzésem volna ehhez, ha már nyilván nem csak a támpontok érdekelnek. Szerintem statisztikai adatok, általában az a politikai program, amit a rendszerváltás nagyjai kitűztek maguk elé, az teljesült, nem teljesült. Én mindig tisztelem azokat, akik nálam fiatalabbak vagy idősebbek, és vannak olyan illúziók, hogy minden tudott volna tökéletesen történni. Én már koravén vagyok ahhoz, hogy ezt higgyem, hogy tudnának ezek a dolgok tökéletesen történni. Hogyha hibát kell azonosítani, és nem a felelősség labdáját kell körbedobálni, akkor én abban látom egyrészt, hogy bár ebben sem biztos, hogy ezt meg lehetett volna úszni, hogy a nagy integrációs hullám, akár a NATO, vagy nyilván pregnánsabban az uniós integrációs hullámig, politikai értelemben is, és közösség értelemben is azért szélesebb volt a megegyezésnek a felülete, és utána egyszerre tűnt el részben belpolitikai okokból a közmegegyezés rengeteg kérdésben, nem biztos, hogy maga miatt az uniós csatlakozás miatt, de ami talán fontosabb, hogy időben részben egybeesvén kifutott alól a társadalmi program. És akkor itt jön az a kérdés, hogy az az elit csoport, aki több-kevesebb változással, de inkább kevesebb változással kormányozta ezt az országot 2004-2006-ig, 2010-ig akár, ha most kijebb húzzuk, annak mennyire lehet a terhére lóni, hogy a saját maga által, és ebben én méltányosabb próbálnék lenni, szándékolt és nem szándékolt következményekre mennyire tudott reflektálni, és mennyire nem tudott reflektálni. Én azt látom, hogy az egyre erősödő belpolitikai hidegháború, és ebben szerintem priméren és elsőlegesen a Fidesz felelőssége, és aztán abba a csapdába belesétáló bal-közép elit, az hogyan, hogy mondjam, fókuszálta újra a saját teljesítményét egymás vudozására és kiátkozására, ahelyett, hogy a integrációs szakasz beteljesülése utáni nem feltétlen annyira konszenzusos új programnak a megalkotásának teremtette meg volna a feltételeit, ami szerintem egy nehezebb feladat lett volna, hiszen azért van intézményi stabilitás, szerintem picit bonyolultabb a valóság szintjén az, ahogyan a jogállam működött, bonyolultabb az, ahogyan a gazdaság működött, stb. De ebbe a utcába, ha csak nem kérdezel direkt vissza, akkor nem mennék be. Még egy megjegyzés, hogy ha van ebben szerintem elemi probléma, és ezt szerintem az előbbi szűkítő kritériumok ellenére is, még én is azt mondom, hogy számon lehet kérni, az, hogy a politikai alrendszernek az egyéb alrendszerek feletti dominanciája, az még akkor is, ha a politikusok úgy élték meg, hogy egyre-egyre szűkül, és a kormányzat végrehajtási potenciája igenis szűkült ebben az országban. Ennek ellenére a politikai alrendszer dominancia az inkább nőtt, és fennmaradt, és nem teremtette meg akár a lábra kapni kevésbé akaró, de persze kevésbé is hagyott civil társadalomnak, és az egyéb piaci vagy nem piaci kontrolloknak a,
a szerepét. És ez nagyon fontos, mert ebben, bár azt hiszem, itt beleesnék saját naivitásomnak a csapdájában, amiben nem szeretek, hogy elvárni a politikai előcsoportoktól az önkorlátozást egy bizonyos pont után, azt hiszem, hogy túlzás, de talán ebben a rendszerváltás politikai generációja több önkorlátozást valósított meg, mint a mondjuk együttemmel későbbi csoportok. Magyarul, ha van probléma szerintem ez, hogy a politikai arrendszer dominanciája inkább kiteljesedett, akár a gazdasági befolyásban, akár másban. Kettő, csak hogy mindenki kapjon egyet. Azt gondolom, hogy bár a... Én nagyon gyakran éltem meg azt, amikor politika közel, kormányzati közelben voltam, hogy a civil szervezetek, a magyar civil világ, és most nem mennék bele ebbe a magyar civil világ körbe, amit mindig el szoktunk mondani, és akkor vannak világos pozíciók, de azért az mindenképpen látszik, hogy még a létező civil szervezetek is megrettentek a magyar politikumtól, és hogyha ebben a térben kellett magukat elhelyezni, akkor inkább nem helyezték el magukat, és nem foglaltak pozíciót, csak nehogy véletlenül valakinek a pártját kelljen fogni, tehát én azt is látom, hogy pont azért, mert hiányzik a polgári társadalomnak bizonyos, hogy mondjam, beágyazottsága, és Nádas Péter nyilván helyesen mondja, hogy majd 70 év múlva talán lészen. Emiatt szerintem nem is annyira egyszerű azért, hogy a politika dominált, meg az NCA-n keresztül megvette azokat, és akkor egyébként meg, ha ez nem lett volna, akkor mindenki topzódott volna, és kontrollálta volna a közhatalmat. De azt mennél ez is bonyolult. Harmadik megjegyzés. Ebben látom leginkább, ha most így nem mennék bele abba az utcába, hogy felelősség labdáját dobáljam, de ha ebben van valami szerintem fontos hiba, az az, hogy a kelleténél is jobban személyfüggővé vált, most nem a politika, meg most nem a politikai kommunikációról fog beszélni, hanem az a része, hogy az Alkotmánybíróságon és az ombudsmani rendszernek tényleg néhány ágát kivéve, meg egy-két külső kontrollt kivéve, egyszerűen nem teremtődtek meg, vagy ha megteremtődtek idővel, és ebben azért osztom a Péternek véleményét, hogy részben a szocialista kormányok alatt is, bizonyos garancia intézmények, garanciák bizonyos intézményei, de egyébként egyszerűen csak intellektuális utánpótlást teremtő intézmények nem teremtődtek meg, vagy szétveredtek. Tehát nekem most tényleg a láthatatlan kollégium típusú intézmény, csak most direktőt mondjak, ami nem közhatalmi és politikai dolog, annak a kudarca, már most mindenki tudja, vagy tudhatjuk, hogy mi az oka ennek, de hogy az, hogy az előállt, az, hogy nem teremtődtek tehetséggondozó intézmények, az, hogy gyakorlatilag 2004-2005-re én Kis Viktorral, a talán ismerős az a név, egy baloldali gondolkodó, én nem sokat adtam, évfolyamtársak voltunk, csak csoporttársak voltunk az egyetemen, vele egyetértve beszélgettünk arról olyan 2003-2004-ben, amikor kikerültünk az egyetemről, hogy az milyen fonák helyzet, hogy 20 évvel a rendszerváltás utánra egy betonfal alakult ki az egyébként politika fele vagy közélet fele törekedni akaró fiatal és, vagy mondjam, egyetemista korú felnövekvő generáció, és a attól tökéletesen elzárkózó politikai elitcsoportoktól, vagy elzárt politikai elitcsoportoktól, és ha most a személyes részt ebből kivesszük, akkor is biztos, hogy arra a rendszerváltás idején, és aztán később, amikor beértünk az integráció későbbi szakaszába, biztosan nem volt meg sem a tudás, sem a praxis, hogy az intézményes tudások megteremtődjenek, és azok valahogyan embereket hozzanak be, és jobbnál jobb gondolatokat, és innentől kezdve beállt egy helyzet, hogy 25 év után is részben ugyanazok az elit csoportok vannak itt, ami magában szerintem az még vitatható, hogy normatívan rosszabb vagy jobb, mert én azt nem merném mondani, hogy szükségszerűen rosszabb. Befejezésül egy mondat ehhez, hogy szerintem nem csak, hogy politikai a rendszer dominált és nem tudott kinőni civil világ, bár ők sem feltétlenül akartak, nem csak nem voltak intézmények, amelyek személyektől függetlenül teremtettek volna csatornát és tudást arra, hogy ez legyen. Én azt is gondolom, hogy ki is fáradtunk mindannyian, és ebben a magyar modell, ami most nem a kortárs értelmet magyar modell, hanem az, hogy mi elindultunk egy úton, és messze nem volt definit, hogy ez kudarcos lesz, és azt sem mondom, hogy szükségszerűen kudarcosnak kell ezt nyilvánítani, pusztán azért, mert ma egy világgazdasági válságban vannak kritikus pontok, és előálltak egy 20 év alatt kritizálható elemek, hogy hát ezt a kifulladást, ezt a legnarosszabb pillanatba törte még a maradék részét is derékbe a világgazdasági válságnak az a része, ami
Magyarországnál stabilabb polgári demokráciákat és beágyazottabb és polgári szerkezeteket is elképesztően megbontott. Én abban, hogy ez most ennyire egy egyértelmű kudarc lenne, abban meg csak hogy letegyem a garast, én azért bonyolultabb véleményem vagyok. Pontosítani fogom most Viktor kérésének megfelelően a probléma felvetést. Tehát azt gondolom, hogy ezt nagyon kevesen vitatják, hogy a Magyarország 2010 előtt is elmaradt a lehetőségeitől. Ez alatt nem azt értem, hogy egy utopisztikus, tankönyvszerű demokratikus jogállam és kapitalizmus lehetőség teljesítményétől elmaradt, hanem ez alatt azt értem, hogy a nagyon hasonló társadalmi és politikai helyzetből induló országokkal, amikkel együtt haladt egy évtizeden keresztül, legalábbis a rendszerváltás utáni második évtizedben látványosan leszakadt ez a leszakadás. Eleinte még nem volt látványos, aztán egyre látványosabb lett. Tehát ez az, ami magyarázatra szorul. Na most én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a társadalmi adottságok azok nem különböztek lényegesen ezek között az országok között, és ha különböztek, akkor nem mondható az, hogy Magyarország egyértelmű hátrányban lett volna a többi országhoz képest, akikhez általában hasonlítjuk magunkat, Szlovákia, Lengyelország. Kézenfekvően adódik a feltevés, hogy a kudarcnak, én azért, vagy legalábbis látványos elmaradásnak politikai magyarázata van. Nem társadalmi, nem külső sok, ami Magyarországot érte, és ami többi országot nem érte, hanem valamilyen politikai magyarázata van. Péter utalt egy lehetséges politikai magyarázatra, ez van a kartelpárt jelenség, amit majd nyilván meg fog világítani. Viktor válaszából meg egy másik politikai magyarázat tapintható ki, ami arra utal, hogy hát volt, megemlítette, és ezt sokan osztják ezt a véleményt, hogy itt a Fidesz felelőssége az elsődleges, amelyik nagyon agresszív módon lépett fel a 90-es évek végétől a magyar politikában, és ez szült rossz reakciókat a baloldalon is. Ez is egy politikai magyarázat, más jellegű, mint a kartelpárt. Itt van, itt... Már én ezt nem abszolutizáltam annyira, mint... Ja, most leegyszerűsítettem. Értelmiségek között vagyunk egyszerűen. Úgyhogy akkor hát azt szeretném, hogy a politikai magyarázatok mentén haladnánk tovább, és megint Zolinak adom a szót. Igen, itt egy kicsit is nagyon-nagyon depressziós leszek, hallgatva ezeket a helyzeti értékeléseket. Én ott kezdeném, és aztán persze én sem egészen a kérdésre fogok válaszolni, de igyekszem majd odaélni. Ott kezdeném, hogy két dologgal vitatkoznék. Az egyik az egy abszolút ilyen politológiai dolog, tehát a törvényhozó és a végrehajtó hatalom egybecsúszása, hát ez a parlamentáris kormányformának az ő jellemzője. Mi nem a Montesquieu-i hatalommegosztási szisztémában vagyunk, ez nem egy prezidenciális rendszer, ott van egy szervezeti és személyi szeparáció. Tehát az ilyesfajta egybecsúszás az teljesen normális parlamentáris rendszerekben. A gond az, hogy például a jelenlegi kormány azokat a kétharmados zárakat veri le, amelyekhez nem szabadna hozzányúlnia. Tehát ez azért két nagyon-nagyon különböző dolog. A másik, hogy én ezzel a szakaszhatárügyel azért vagyok gond, mert itt ezen gondolkodtam, hogy szóval persze 2006-ban van egy nyíltáváló válság, persze van világgazdasági válság, de hát azok a jelenségek, amelyektől mi most ennyire rosszul érezzük magunkat, és én személy szerint is, ezek azért benne voltak a magyar társadalomban. Tehát ez talán igaz a költségvetés helyzetére, hogy ott volt egy nagy elszállás, és mindegy, most ebben nem is megyek bele, de az, hogy a pártrendszer, az lebegett a társadalom fölött, hogy nem volt ilyen gyökérzet, hogy sok okból, amiket a Viktor mondta, tehát hogy ez két irányú folyamat, nem jött létre egy ilyesféle részvételi kultúra. Ez nyilván élt a 90-es évektől kezdve, és ez része a politikai magyarázatnak, hogy milyen körülmények között megy végbe a rendszerváltás, hogy nem volt szolidaritás, nem az utcán a tömegek követelték ezt, hanem tulajdonképpen elit csoportoknak a rendszerváltása volt, amit egyébként köszönt szépen a magyar társadalom, jól érezte ezzel magát, de döntően azért, mert kifulladt az előző szisztémának, a Szabó Miklós által ellátási legitimációnak nevezett sajátos legitimációs mintázata. De a szakaszhatárral az is a gondom, hogy ha már meglettem szólítva szociálpolitikusként, hát mondjuk Ferge Zsuzsa vagy Szalai Júlia a 90-es években, 2000-es években nagyon komolyan kritizálta az akkor létrejött segélyezési rendszert.
Hát Szalai Júlia azt írja valamikor 2002 táján, hogy amikor a magyar segélyezési politikát bepakolták az önkormányzati rendszerbe, akkor tulajdonképpen a szegénység kérdését 3200 darabra törte szét a magyar állam, és eldugta az önkormányzatoknál, és egyébként mindenki azt kezdett vele, amit kezdeni akart vele. Szó volt az iskola rendszerről, amellyel kapcsolatban egyébként ugyanazokat az egyenlőtlenítő mechanizmusokat írták le már a 70-es években is, mint amiket a 90-es években is, mint amiket most leírnak, az egy különleges teljesítmény ennek a kormánynak, ami most létezik, hogy ezen még tudtak rontani. És ezen kívül ugye a foglalkoztatási válság az abból is adódik, hogyha most elnézést kérek az ilyen nagyon olcsó poénozás miatt, de hogy a létező kapitalizmusnak a rendszer Magyarországon az nem tudott, vagy ez a magyar kapitalizmus, ez a színlelt kapitalizmusunk, Leopold Lajos nyomán, ez nem nagyon tudott azzal mit kezdeni, hogy effektíve honnan lesz már, bocsánat, 1 millió munkahely, és mi a csuda lesz azokkal az emberekkel, akik munkaképes korban vannak, és valahol lenniük kellene. Tehát, hogy valami olyan gazdasági modellre volna szükségünk, és nyilván ez egy ilyen minimum félperifériás országnak, ez egy különleges problémája még ráadásul, hogy ilyen értelemben nem a magukra. Az én egyik legmeglepőbb élményem az volt, amikor talán Mari is ott volt, amit Mari is egy ilyen beszélgetésen az egyetemen, egy ilyen hallgatói beszélgetős alkalommal, Palóc Éva volt egy másik meghívott, és Palóc Éva, itt azért szerintem igazán nem lehet azzal vádolni, hogy ő ilyen államszocialista hívő lenne, ő ott ült mellettem, és azt mondta, hogy ez volt 2008-ban talán, hogy van itt egy gazdaság, ami nem a miénk, mondta Palóc Éva, én majdnem leestem a székről, és értem, hogy mire gondol, arra gondol, hogy ebben az országban végül is befektetést, meg ilyen értelemben munkahelyet azért jó részt mégiscsak ezek a sokat szidott multik hoztak, és hogy a dolognak pont az lenne a lényege, hogy hogyan lehet ez ehhez képest hozzáépíteni egy magyar gazdaságot. Most elmondtam néhány dolgot gyorsan, amelyek hát arról szólnak, hogy itt azért van egy nagyon-nagyon mélyen húzódó társadalmi, gazdasági és politikai válság, és én nagyon fontosnak tartom a Viktor által használt kifejezést, a nem szándékolt következmények kifejezését, tehát hogy itt nem arról van szó szerintem, hogy itt egy nagy gonosz összeesküvés történik, hanem arról van szó, hogy sokszor egyszerűen a könnyebb ellenállás irányába ment el a mindenkori magyar politikai vezetés. Egyébként ha elment a nem könnyebb ellenállás irányába, akkor ott egy fallal találta magát szembe, vagy volt olyan ügyes, hogy csak megtalálta a falat és jól neki ment, ahelyett, hogy kikerülte volna. Most ezt nem részletesen talán be lehet azonosítani, hogy mikre gondolok, de egyébként számos esetben igyekezett nem foglalkozni ezekkel a problémákkal, csak hogy a szegénységre utaljak még egyszer. Hát ez kényelmesebb volt elrejteni valahova, vagy nem foglalkozni vele, bepakolni a nyugdíjrendszerbe azokat az embereket, akiket nem tudtak foglalkoztatni, abban a reményben, hogy mire ők elérik, vagy mire a ugyanaz a korosztály, amelyik kimaradt a foglalkoztatásban, elírja a nyugdíjrendszert, majd csak lesz valami, eltelik 15-20 év, és esetleg addigra jó lesz, aztán ha nem lesz addigra jó, akkor majd kitalálunk valamit. Tehát, hogy nagyjából ez a közpolitika alkotás Magyarországon, én inkább ennek tudnám ezt be, mint valamiféle ilyen tudatos negatív cselekedetnek, és nyilván hát ezek a folyamatok kumulálódtak 2006-tól, ugye volt egy nagy orosz társadalmi hangulat, amit én azzal kötök össze, hogy folytassam, amit az elején mondtam, hogy ez a linearitás érzett tört meg, tehát a magyar társadalom, én mióta az eszemet tudom, azt mondják politikusok a magyar társadalomnak, hogy majd 2 év múlva jó lesz, és nagyjából 2006-ban is persze ezt mondták, meg majd ehhez hozzászoktak tenni, hogy megszorítás-kiengedés ciklus van, és hát ehhez képest a 2006-tól 10-ig tartó időszak, illetve minden ellenkező híreszteléssel szemben az azóta tartó időszak is, az folyamatos megszorítást jelent, és egyszerűen levegőt nem kap ez az ország, és az a korábbi jövedelmi frusztráció, ami fönnállt, az tényleg elviselhetetlen helyzeteket hoz, és hát nyilván ezen él meg ez az egyébként botrányos populizmus és gyűlöletkeltő politika. Én azért nem volnék olyan, hogy mondjam, merész, hogy az október 23-a és a romák társadalomból való kirekesztése közé egyenlőséget tegyek, tehát az egy pontszerű valami, a romák kirekesztése az meg hát nem egy pontszerű valami, és a társadalmi hatását is azért igen eltérőnek látom egy két dolognak, hogy aztán ennek milyen, ehhez képest, hogy október 23-ának egy jóval nagyobb legendáriuma van, és ilyen értelemben jóval nagyobb politikai hatása van, mint azt, hogy polgártársaink 100 000-eit a polgári mi voltból rekeszti ki, ez azért szerintem sok mindent elmond a magyar politikai életről. Én azt gondolom, hogy ezek, tehát
ezekkel az elhangzottakkal tulajdonképpen mindegyikkel egyetértek. Tehát egy pillanatig sem állítható az, hogy a magyar társadalom azban nem voltak olyan, akár a magyar társadalomban, akár a létező kapitalizmusban nem voltak olyan nagyon kemény korlátok, amelyek a felzárkózásunknak az ütemét tulajdonképpen meghatározták. Szóval azt gondolom, hogy az a mozgástér, amik volt, annak szisztematikusan a lehető legalján voltunk, és azért ez is egy óriási nagy különbséget jelenthet. És azt gondolom, hogy azért fontos az a fajta intézményes megközelítés, amely nem a társadalom külsődleges meghatározottságairól, meg nem a kapitalizmus külsődleges meghatározottságairól, hanem a politikai intézményrendszer mienségéről szól, mert ez az a megközelítés egyrészt, amely a létező mozgásterünknek a kihasználását és annak a hatékonyságát képes érzékelhetővé tenni, tehát akkor tudjuk azt megmondani, hogy a létező lehetőségeink közül kell mennyire jól sáfárkodtunk, hogyha az aktuálisan megtehető lépéseknek és az ott politikai intézményrendszer által megcsinált lépéseknek a mienséget próbáljuk meg megítélni, és azt próbáljuk megnézni, hogyha ennél lehetett volna egy picit jobban, miért nem ment egy picit jobban. A másik dolog pedig az, hogy ezzel az intézményes megközelítéssel azt gondolom, hogy éppen, hogy a nem szándékolt következmények felé lehet elvinni a közbeszédet. Tehát, hogy ugye általában akkor, amikor, és én teljesen egyetértek, hogy szerintem a nem szándékolt következményekről kell beszélnünk, pontosan azért, mert van egy olyan rosszul működő politikai rendszer, amelyben a jó szándék is rosszul sül el, amely az aranyból is sarat csinál, vagy nem sül el. Tehát azt gondolom, hogy pontosan ez segíthet nekünk annak a megértésében, hogy van egy csomó örökölt társadalmi probléma, van egy olyan nemzetközi gazdasági és politikai helyzet, amelybe integrálódnunk kell, és ebben a helyzetben nem arról van szó, hogy van egy különösen gonosz magyar elit, hanem arról van szó, hogy mivel ezt az elitet, ezt magának ennek a rosszul működő intézményrendszernek korlátai kötik, nem tud, még ha akarna sem tud igazándiból hatékony válaszokat adni a problémákra. Tehát én azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy a magyar közbeszédbe is egyrészt a politikai elitet elítélő moralizálással, másrészt meg a mi egy balkáni társadalom vagyunk, a 100 éve is ilyen volt a kapitalizmus, vagy a mixát korában is ilyen volt, tehát ugye ezeket az ilyen nagyon régi átörökölt struktúrákra való hivatkozást, vagy hogy a kapitalizmus ilyen és punktum című hivatkozást, tehát ugye ezek mind ilyen a politikához képest külsődleges tényezők, és mármint, hogy ez az utóbbi kettő, a másik meg azt mondja, hogy minden politikus morálisan rossz, és ezért tartunk itt. Tehát, hogy ehelyett próbáljuk meg a politikai intézményrendszert, a politikai rendszer működését, nek a diszfunkcióit feltárni. És hogyha innen nézünk, azért én azt gondolom, hogy akkor differenciáltabb képet kaphatunk. Egy-kettő dolgot szeretnék az eddig elhangzottak a kapcsolatban megjegyezni. Tehát például a pártrendszer kérdését, ugye az, hogy a politikai pártoknak soha nem volt társadalmi bázisa. Ez igaz, de mondjuk például Kelet-Európában, mármint hogy az elmúlt 20 évben nem volt egy olyan nagyon nagy társadalmi bázisa. Igen. Jó. Oké. Igen, ennél bonyolultabb. Tehát, hogy de nem ilyen értelemben mondom, hogy olyan nagy taglétszámú tömegpártok azért. Tehát ebben az értelemben mondom, nem a társadalmi beágyazottságát a politikai rendszernek. Tehát ez igaz, és ez egy adottság, viszont mondjuk Kelet-Európában ugye mindenhol egy ilyen nagyon erősen a nyertes jutalmazó többségi választási rendszerrel mentek bele a 90-es évekbe a rendszerváltó országok. Csehország. És hát... Jó, de azért az esetek nagy többségében ez volt a helyzet. És onnantól kezdve azóta történt, tehát a 90-es évek elején már, történt egy arányosítás ezekben az országokban, tehát egy sokkal arányosabb választási rendszer volt.
vagy rendszerre tértek át. És az egyetlen ország tulajdonképpen, ahol most még ráadásul az elmúlt, ugye, vagy hát a most folyó reformban egy még inkább egy többségi elfelé megyünk, de legalábbis a rendszer nem arányosodott, az Magyarország volt. Tehát, és azt gondolom, hogy akkor, hogyha egy ilyen a győztes mindent visz című rendszerben gondolkodunk, akkor az megmagyaráz sok mindent például abból, hogy miért egy ennyire polarizált rendszer, miért nem tudnak új szereplők megjelenni, hogy alakulhat ki ez a kartellpárti rendszer. Tehát azokból a problémákból, amelyekről itt beszéltünk, annak ez is egy oka. Nyilván az oka az is, hogy nincsenek beágyazva ilyen értelemben tömegpártok nincsenek, de ez is egy oka. Ez egy olyan elszalasztott lehetőség, amelyel az országoknak a többsége legalábbis élt. Nyilván nem fogom tudni visszamondani ezt egyenként, hogy pontosan mikor történt, de ez... vagy mondjuk, hadd mondjak egy másik példát, ugye az, hogy képtelenek, ugye nincsen igazándiból egy olyan átképzési rendszer, vagy felnőtt képzési rendszer, amely jól működne, hanem sokkal inkább ilyen diplomagyárak vannak, amelyek azt ígérik, hogy végezd el ezt a tanfolyamot, és akkor lesz piacképes diplomád, és aztán persze ezek a diplomák, ezek akkreditálódnak, stb. De ugye itt megint az van, hogy az aktuális politika és az ő értelmiségi, akadémiai, tudományos háttérbázisa, ez össze van annyira fonódva, hogy a politika nem tudja azt mondani, hogy hát figyelj, te itt állami kvótákért tulajdonképpen ilyen járulékvadász, vagy járadékvadász módon csinálsz képzéseket, és semmi értelme nincsen annak, hogy én belefolyatom ezt a sok pénzt ebbe a rendszerbe, nem tud hatékonyan tulajdonképpen egy hatékony felnőttképzési, átképzési rendszert kialakítani az ország. Ez megint, én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen nem tudom, évszázados történet, hanem ennek az intézményrendszernek a diszfunkcióiról szól. Most nem mondanám el az összes többi, de azt gondolom, hogy ezért fontos ez a fajta intézményes megközelítés, amelyről az Oli beszél. Viktor. Úgy éreztem, hogy volt némi ellenkezés benne mind a kettőtökben, amikor a pártok társadalmi beágyazottság erős háttéréről volt szó. Én fogalmaztam pontotlanul. Hát jó. Az ellenkezés két dolognak szól, de akkor ezzel legyünk túl hamar. Tehát egyfelől, hogy a korábbi választási rendszer az először is abban nagyobb volt az arányos ellen, mint a többségi, tehát abban a mandátumok 45%-át osztották ki egyéni választókerületekben, most ez fordul meg, ráadásul ugye ha azt vesszük, hogy ez a vegyes választási rendszer az arra volt kalibrálva, hogy a kormány képességnek és az arányosságnak a feladatát egyidejűleg teljesítse, akkor tulajdonképpen ezt produkálta, hiszen kormányok alakultak és fönnmaradtak, és ezen kívül pedig 4-5-6 pártok jutottak be az országgyűlésbe, ráadásul koalíciós kormányokat kellett alakítani, tulajdonképpen a 94-es egyetlen kivétellel, meg a 2010-es egyetlen akkor két kivétellel, de 94-ben is alakult, csak hogy más helyzet, azért mondtam, hogy egyetlen kivétel. A másik dolog a bázisokkal, szóval igen, Magyarországon nem olyan a szervezettség a pártoknak, és ezzel szerintem azért rárepülünk a témánkra lassacskán, hogy mint Nyugat-Európában, na de hát ugye ez a demokratikus magyar pártrendszer, ez akkor kezd el szerveződni, amikor ez a fajta szervezettség Nyugat-Európában is már egy lefelé tartó trendben van, bár erről is vannak viták, hogy ez mennyire trend, de hogy azért mondjuk döntően van egy ilyen trend, ám de ettől még egyébként abban a kétpólusú pártrendszerben, amit szerintem sokan teljes joggal utáltak, produkálta a magyar a rendszerváltás utáni magyar választások története a legnagyobb részvételképességgel. Tehát valahogy az állampolgárok utálták vagy sem, megtalálták a maguk helyét ebben a szisztémában, lehet, hogy rosszul érezték magukat, lehet, hogy befogták az orrukat, lehet, hogy nem tudom, háttalálva húzták be az X-et, hogy ne lássák, hogy kinek a neve alá teszik, már tudták, de mégiscsak megtörtént, és ehhez képest ugye a 2010-es választás szerintem abban hozott döntő változást, hogy az egyik pólus omlott össze, és szerintem amiről mi itt most itten beszélünk majd, az arról szól, hogy hogyan lesz itt egy
újra egy pólus a Fidesszel szemben. A Fidesz is egyébként, köszöni szépen, megomolta magát elég rendesen 2010 óta, de ez ne legyen a Fidesz problémája. Az igazi kérdés az az, hogy az a korábban létező baloldali liberális pólus, ami így vagy úgy, de létezett, amit szerettünk, vagy nem szerettünk, de mégiscsak én azt gondolom, hogy akik itt jelen vannak, azok többnyire annak a részének érezték magukat, az hogyan és milyen elemekből építhető újjá, és ennyiből fontos az a társadalom kritika, amiről beszélünk, hogy nyilván nem ugyanazt kell visszaépíteni, ami volt, nem is lehet valószínűleg, és hogyha valami közös pontunk esetleg majd lesz, nem pont nekünk, de hanem egy ilyen nagyobb társadalmi lépnékben, arról, hogy mit gondolunk rossznak a 2010 előtti világból, akkor teszünk egy lépést afelé, hogy legyen egy olyan közös féle jövőképünk. Köszönöm, hogy megadtad az átvezetést, akkor átérni arra a témára, ami valószínűleg legtöbben eljöttek ide ma este. Tehát most beszéltünk a 2010 előtti időszakról, azt mondtam a bevezetőben nagyvonalúan, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének a ténykedésében valószínűleg egyetértünk, hogy erről nincs sok vita. Rövid pillantás arra, hogy mi történt, milyen társadalmi folyamatok és politikai folyamatok zajlottak 2010 óta. Zoli említette, és ez nagyon fontos, és sokszor elfelejtjük, hogy hát a Fidesz elvesztette a szavazóinak a felét. Egyébként a teljes lakosság körében. Olyan támogatottsági szintje az olyan mély, amilyen a 98 óta, tehát azóta, hogy nagy párt lett a Fidesz, nem nagyon volt. Tehát nagyjából a legmélyebb ponton van. Nem biztos, hogy reparálható veszteségeket szenvedett, de ezt nem ellensúlyozta azt, mint tudjuk, a bal-közép erőknek a megerősödése, nem ellensúlyozta a szélsőjobb megerősödése sem, tehát a Jobbik sok ellenkezőjét és híresztelése szemben stagnál nagyjából 2010 óta. Ami történt, az az, hogy van egy hatalmas tömeg, amely általában korábban részt szokott venni a választásokon, tehát hogy a magyar választásokon, ahogy Zoli említette, általában magas volt a részvétel, tehát 60%, 61-néhány százalék általában. Volt 58 és volt 70 is, igen. És ma rengeteg olyan szavazó van, aki politikailag általában aktív, most mégsem találja a pártját. Mit tudunk erről, tehát az aktív bizonytalanokról, mit lehet tudni azokról, akikről feltételezhető, hogy mozgósíthatóak politikailag, hiszen szoktak szavazni általában, ma azonban passzivitásban vannak. Mi az esélye a bal középnek arra, hogy megnyeri ezeket, mekkora az esélye annak, hogy a Fidesz valamennyit vissza tud közülük csábítani? Százalékban. Merész térugrással ugrottunk egy témát. Szerintem ebben egyrészt érdemes megint adatokra hivatkozni. Én egyrészt van publikus adat, aki nem olvasta volna a Republikon Intézetnek a publikációját, márciusban rakott fel. Az egy az MSZP által finanszírozott kutatás, ezt csak azért mondom nyíltan, ha van valaki a Republikon Intézetből, mert az én ízlésem szerint ezt megszokás mondani, ők ezt elfelejtették megmondani. Szerintem nincsen probléma azzal, hogy a Republikon Intézet az MSZP-ből finanszírozott kutatást publikál, csak szerintem nem jó, ha ez nem mondatik ki. Az egy korrekt kutatás. Az a korrekt kutatás az elég világosan beszél. Most leveszem azt a bizonytalan réteget, aki egyetértek Zoltánnal, aki nem szokott szavazni, van ilyen kör nyilván, és nyilván ez ingadozik, ennek a százaléka. Azokról szerintem lehet állításokat megfogalmazni egyrészt. Vannak közöttük olyanok, akik politika iránt érdeklődő, valószínűleg a preferenciájukat rejtő emberek. Ezek döntően nem jobbikosok, hanem valószínűleg egyéb mintázataik alapján inkább bal-bal közép szavazók. Ők vagy azért, mert tényleg nem merik már megmondani, én nem vagyok, aki állandóan diktatúrát vízionálok, de van olyan ember ma Magyarországon, aki a kérdező biztosnak nem meri megmondani a preferenciáját, akár telefonban, akár személyes lekérdezésben, ezt nyilván módszertanilag lehet ezen csiszolni, meg borítékba tetetni vele, ebben mennek előre szerintem a számomra megbízhatónak tekintető intézetek is, de ennek van egy korlátja, tehát vannak ezek között ilyen emberek, vannak olyan emberek, akik minden mintázatuk alapján fideszesnek tűnnek, utálják az MSZP-t, nem nagyon kedvelik Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont és Mesterházi Attilát, és nem mondom végig az iskolát, értékrendileg inkább jobboldali dolgokat mondanak, szociálisan inkább azt mondják, hogy itt ne költsünk a szegényekre, vagy nyújt abban a cigányságra, stb. Stb. Tehát ezek egy része a Fidesz 2010-es bázisának, és részei a 2006-os bázisnak. Ők
ők hát nyilván most nem elégedettek azzal a cuccal, ami itt folyik. Ennek van egy másik fele is, aki szintén relatíve még inkább fideszesként írható le. Ez az, ami polgári fideszként most itt az idézőjelet kitéve írható le, aki értékrendileg nem ért egyet mindazzal, ami most történik, de a választói kurikulumát tekintve leginkább fidesz szavazó volt mondjuk az elmúlt 12 évben. 2002-ben, 2006-ban valószínűleg a Fideszre szavazott. Ennek a széle esetleg meginogott 2006-ban, de az inkább a kisebb része, és a nagyobb része pedig nyilván 2010-ben is a Fideszre szavazott. Ezeknek egy meghatározó része földrajzilag inkább Dunántúlon él, és nem akarnám ezt a dolgot nem leegyszerűsíteni, de hát valamilyen módon dunántúli polgárként írható le. Van ebben... Van egy másik része, aki pedig aktív pártválasztó, rendszeresen szavazó, bármikor is lépett be a szavazókorba, és bizonytalan a párt preferenciájában. Én szerintem ezekből az emberekből így együtt van most több, mint valóban bármikor korábban. Nekem Hán Endre is, meg Závetsz Tibor barátaim azt mondják, hogy ők valamennyire úgy emlékeznek, hogy talán 92-93-ban lehetett ilyen magas szinten az aktív bizonytalanoknak az aránya. És akkor most le is vinném a hangsúlyt, tehát ha körül kell ezeket az embereket ugrani, akkor körülbelül ezek. Az aktív bizonytalanoknak ez a valószínűleg nem rejtőző baloldali, rejtőző MSZP, és nem szíve szerint visszatalálni akaró fideszes, aki a mai Fidesz-szel nem tud azonosulni, abban nyilván vannak rétegek, akik úgyis visszasodródnak, mert visszaviszi őket az antikommunista hetsz kampány, vagy bármi annak, ami annak hasonló, ahhoz hasonló és leírható ezekkel a rövid és egyszerű szavakkal. És van az a bizonytalan, akit szerintem a Fidesz politikai stratégiai hibából ott hagyott középen. Isten nyugosztalja, még Vermeer András élt és volt befolyása a Fideszre, ezt azért nem vétették el. Racionális, és Török Gábor bújjék ki belőlem, politikai szempontból még akár célszerűnek is tudom látni rövid távon, hogy a miért érdekel a Fidesznek, hogy inkább a Jobbik fele gravitáló és a Jobbik és Fidesz közötti határon, így mint Pakisztán és Afganisztán határán migráló választó választók fele politizál, de szerintem ez stratégiai értelemben inkább hibája a jelenlegi ciklusnak, mint nem hibája, mert visszajönni középre, Slump István tudom idézni, aki 2002-es kudarc után mondta, hogy nem jött vissza időben középre, hát most aztán egy jobb konjunktúrás feltételrendszerben sem jött vissza középre, amakkor hát akkor most hol járunk, és a naptárokat egymásra lehet fektetni. Még egy nagyon fontos megjegyzés, hogy szerintem, mert most azt még nem kérdezted meg, hogy akkor ebben mit kell csinálni, csak azt kezdted, hogy mik ezek a bizonytalan emberek. Azért ezek között, az emberek között, akinek a választói kurikuluma olyan, hogy szavaztak 2002-ben valószínűleg Medgyessy Péterre, vagy esetleg a Fideszre, vagy kisebb részt az SZDSZ-re Budapesten vagy vidék, Dunántúli részeken. 2006-ban fajlagosan inkább a Gyurcsányi ajánlatra, mint a Fidesz ajánlatára, aztán 10-ben nyilván jó részt átbillentek. Na ezek, vagy 2010-ben távol maradtak, hiszen sok olyan választó van, aki ma azért bizonytalan, mert 10-ben nem volt pártja, és távol maradt, és most meg egy része egyébként bemigrált azóta az MSZP mögé, egy másik része pedig balos mintázat alapján, de ott áll bizonytalanul, mert csalódott továbbra is az MSZP-ben. A Ceterum Censeo, azért ezek az emberek jellemzően rosszabbul élnek, jellemzően rettenetesen pesszimisták és deprimáltak, legyenek bár középosztályak, akár már-már a felső középosztályiság határán, tartalékaikat élik fel, stb. Na most nem beszélek ennek a alsó középosztály végéről. Ezeknek menél közelebb mész a Fideszhez a magyar értelmű jobb oldalhoz, annál inkább benne van az, hogy próbálok pontosan fogalmazni, de ahogyan megyünk közelebb a Fidesz fele szívében még mindig inkább nyitott a választókhoz, annál inkább legitim az ő szemükben a szabadságharcnak a politikai gondolata, az Orbán Viktor értelmemet szabadságharcnak a gondolata. Egyre inkább, ahogy haladunk feléjük, és mi bizonytalanokról beszélünk, jellemző rájuk, hogy multikritikusak, siratják a csepelműveket és a nem viccelek, kutatás alapján mondom, és nem értik ezt a világot, ahol az Uniót, mint a multik magyar ellenes ágensét
kell értelmezniük. Hogy ez mennyire tanított, mennyire nem, az egy külön tudás igényelne, én nem vagyok birtokában, de az biztos, hogy ezt mondják. És hát egyre inkább van bennük alsó középosztálya, vagy hát a mély szegényekkel szembeni szociális irigység. Dühöngő módon. Innentől kezdve szerintem óvnék mindenkit attól, hogy ezekről a bizonytalanokról nagyon leegyszerűsítő magyarázatokat mondjon, és egy nagyon fontos dolog, ebben nekem is a felelősségem, hogy ezeket az embereket, vagy általában azt a stratégiai dilemmát, ami a bal-közép konszolidáció előtt áll, azt nem szabad leegyszerűsíteni akként, hogy akkor miért nincsenek kedves bajszos jobbközép emberek a Bajnai Alapítványában, meg az Egyesületében, akik vadászakóban jönnek Nyugat-Dunántúlról, és akkor majd hozzák a jobbközép szavazókat. Most direkt kiélezem, mert ez egy bonyolultabb probléma. Szűrös Mátyás ott léte nem befolyásolta a magyar baloldali szavazókat abban, hogy a Fideszre szavazzanak. A Fidesz feléjük politizált, és bár természetesen nem gondolom, hogyha egy hitelesítő személy ezt hozza és hitelesíti, az nem könnyíti a helyzetet, de azért alapvetően a választók számára a politikai ajánlatnak kell olyannak lennie, ami ezen emberek számára elfogadható és megszólítható. A legnagyobb dilemmát, amely az én mindennapjaimat a munkámban befolyásos, hogy leteszem a pontot, az éppen pont az, hogy azt, amit ezen választók akarnak az egyik típusú dologban, arra szerintem nagyon nehéz reális politikai választ adni. Joggal keresi itt a rendszerkritikában maga útját megtaláló civil világ az utat, de szerintem valójában zsákutcába megy, mert nincs ott szavazási akarat. Mert ezen választók, és ez Tamás Gerfrankos helyes szava volt, hogy ha van közös jellemzőjük, egy jó részüknek az a status quo konzervativitás, nem értékrendileg, hanem a status quo szempontjából. Innentől kezdve pedig, hát ők azért alapvetően békét és nyugalmat szeretnének, és ezen a tiketen viszont a magyar jobboldal, a Fidesz, tekintsük őt most ebben a definíciós körben jobboldalnak, ők már vesztettek választást, amikor a békétlenséget asszociálták, ők inkább a relatíven nagyobb korrupciót. Én most csak azért akartam ezt a megjegyzést elmondani, hogy én ezt egy bonyolultabb kérdésnek látom, mint hogy legyenek bajszos vadászakos jobboldaliak Dunántúlról, és akkor meg lesz ez a kérdés oldva. Mert bár én írtam le, hogy kellenek jobboldaliak, de azért ezek az emberek inkább értékrendileg jobboldaliak, gazdaságfilozófiailag jobboldaliak a szó nemzetközi értelmében, meg olyanok, amilyeneket a fideszes polgárokról gondolunk, és aztán sokadlagosan lehet azonosítani néhány választókeretet, ahol kell klasszikus 2002-ben is a Fideszre szavazó jobbközép szavazó. Magyarul ez egy bonyolult rétegzettség. Zoli, te éppen tegnap megjelent cikkedben tetted fel azt a kérdést, hogy vajon ki tudja a Bajnai Gordon nevéhez kötődő mozgalom összefogás bővíteni azt a személyi kört, ki tud lépni abból, nem kilépni, hanem bővíteni ezt a személyi kört, ami a technokrata, mondjuk úgy, hogy a balliberális elitnek az nem elhasználódott részén túlmutat. És te, mint hogy azt mondtad volna, hogy ez lehet az áloga annak, hogy valóban az aktív bizonytalanoknak egy részét megszólítsa. Nem tudom, hogy ez azonos-e a dunántúli vadászakos körrel. Értettem is az üzenetet, bár elképzeltem, mit ott a vadászakóban is. Ez sokat lendítene ezen a kérdésen. Próbálok egy kicsit másképpen válaszolni erre, de erre fogok válaszolni. Szóval máson indulok és direkt le fogom egyszerűsíteni. Szóval, hogyha elfogadjuk azt, hogy itt van valamilyen korszakhatár, amiben élünk. Világgazdasági válság, meg mifene. Nekem van az a mániám, hogy Orbán Viktor létező kérdésekre ad elfogadhatatlan válaszokat. Ő egy autokratikus, hierarchikus típusú és a saját hatalmáról szóló és kifejezetten konfrontatív válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Akkor ezzel személyen azt tudom mondani, hogy az kínál esélyt bármilyen formáció számára Magyarországon, hogy leegyszerűsítem újra, és elvágólagosan fogom mondani, hogy egyszerűen ennek az országnak egy szabadságelvű balközép programra van szüksége. Slussz. Nagyjából ez a helyzet. Azt nem tudom, és ez egy politikai jellemzői történet már, hogy ezt bal oldali programnak kell lehívni. Mert lehet, hogy valaki ezt nem akarja bal oldalinak nevezni. És persze ennek az egész baloldaliságnak az újra definiálásáról, az újra kontúrozásáról is szó van. És olyan értelemben, ugye, amiről a Viktor is beszélt, hogy például ez a dunántúli polgár, most fogadjuk ezt el, vadászakó ide vagy oda. Ez például, jó. De hogy például ez a dunántúli polgár sosem volt ennyire bizonytalan abban, hogy ő a Fideszre akar-e szavazni. Ilyen értelemben ez egy lehetőség, ha tetszik,
hogy azok a bizonytalanok, akik amúgy is ide-oda állnak, és akiknek egy nagy része valószínűleg amúgy is megérkezne az aktív szavazók közé, persze ezért kell tenni, de általában meg szoktak érkezni, azok most protestből úgyis a Fidesz ellen voksolnának. És még ráadásul ki lehetne bővíteni ezt a támogatói kört olyanokkal, akik lehet, hogy életükben egyszer fognak nem jobboldali identitású pártra szavazni, és ez tenni lehetővé azt, hogy létrejöjjön egy olyan értelemben kritikus választás 2014-ben, amit én egy normalizáló választásnak tudnék nevezni. Aztán onnantól kezdve nagyon szépen meg lehet fogalmazni a normalitás keretein belül álló bal-közép, meg jobb-közép, meg nem tudom mifene programokat. Ez most az én naív énem volt, de én azt gondolom, hogyha itt most erről beszélünk, akkor ennek körülbelül ennek van értelme. Tehát én ezt tartom egy optimális megoldásnak, és ilyen értelemben a Fidesz ehhez előállította a lehetőséget, tehát a saját rendszerváltó kísérlete, amely kudarcba fulladt, és amelyel nem véletlenül, hogy ezeket a varázslásokat próbálja elkövetni a választási rendszerben, hogy a választási cédula a bal felső sarkába kell tenni a pecsétet, mert máskülönben nem lesz érvényes, és ugye regisztrációval akarja az ő támogató kisebbsége többségét tenni, tehát hogy ő maga is érzékeli, hogy ez a fajta rendszerváltása megbukott, és szerintem ennek a korábbi baloldali liberális pólusnak egy olyan szót fog mondani, mert sok elmetőben nem tudom kimondani, tehát újra struktúrálására túlrálta kell törekedni, és köszönöm, és ilyen értelemben mondom ennek a balközi programnak egy újragondolására, modernizálására, bár ezt a szót is utálom, a 2010-es évekhez igazítására, akkor fogalmazzunk így. Szóval ez az a feladat, amit nagyon-nagyon sokak előtt áll. Szerintem ennek van értelme, és ebben benne kell lenni olyan dolgoknak, tehát hogyha csak egy példát mondok, hogyha arról beszéltünk itt korábban, hogy már a 90-es években is nagy gondok voltak azzal, hogy ennek az országnak a humán újratermelő képessége az nem működik, egészségügy, oktatás, a legkülönbözőbb jóléti politikák esetében, hát akkor például egy ilyen tekintetben sokkal jobban pozícionált és jobban kivitelezett politikákra van szükség, amelyeknek nem mellesleg meg kell találni a gazdasági alapját, de például az is egy átgondolásra méltó kérdés, hogy ezek egyenrangúak legyenek a gazdaságpolitikával, és ne ellógjanak rajta, és hogyha feleslegesé válnak, akkor kidobáljuk őket, mint a ballasztokat a léghajóból. Péter? Én csak annyit tennék hozzá, szerintem nagyjából a dilemmák azok elhangozottak, tehát ezt a fonalat, ha lehet, nem minden tovább. Arra az egy dologra lefektetnék, hogy én is azt gondolom, hogy szerintem van arra esély, és teljesen egyetértek azzal, a mindkettőtök állításával, hogy egy program alapú és egy balközép program alapú ellenzéki javaslattal meg lehet most nyerni a választásokat és a bizonytalanokat, annak ellenére is, hogy természetesen a státuszirítség, a lecsúszástól való félelem, a cigányok, szegényekkel szembeni indulatok, ezek meg a társadalom, hát nem tudom, 7.-8. éve tartó válsága miatt valamennyire érthető módon, vagy hát magyarázható módon, ezek magasak. Tehát én azt gondolom, hogy az a program, ami most itt elő fog állni, annak azt kell tudnia mondania, hogy a rendszerváltás álma az megvalósítható, a jóléti demokráciákhoz való visszatérés megvalósítható, és ebben azt kell mondani, hogy rendbe tesszük az oktatási rendszert, és mindenki a tehetsége szerint juthat előre. Azt gondolom, hogy ez egy olyan állítás, amely vonzó annak az embernek is, aki egyébként meg azt gondolja, hogy a kormány mennyi pénzt költ, valószínűleg alaptalanul, hogy a kormány mennyi pénzt költ arra, hogy a cigány gyerekeket kipipálja. Szóval én azt gondolom, hogy most egy olyan határhelyzetben van az ország,
amelyben az a progresszív, a társadalmat integráló, a társadalmi közösséget, a politikai közösséget, minden tagját egyenrangúként megfogó és mindegyiknek esélyteremtő politika, ami általában mondjuk át a progresszív bal középpolitikának a jellemzője. Ez, én azt gondolom, hogy ez eladható, sőt jelenleg ez az egyetlen olyan program, amelyel a Fideszt meg lehet verni. És az a kérdés, hogy azt elhiszik-e a bizonytalanok, hogy ez egy olyan vízió, amelyet képes lesz megvalósítani a következő kormány. Hogyha ezt elhiszik, akkor lesz kormányváltás, szerintem, ha nem hiszik el, akkor nem lesz. Ennek a feladatnak, amit mind a hárman vázoltatok, elég sok színűen fut neki a balközép ellenzék, és hát ugye vannak taktikai és stratégiai dilemmák is, hiszen kormányváltás céljában egyet lehet érteni, de az előnyök és a hátrányok nem biztos, hogy azonosan oszlanak meg. Tehát az a kérdés, hogy hát mi kell ahhoz, hogy hát megtalálják ezek a csoportok azt a sikeres formációt, ami sikerhez vezethet. Tehát mik a feltételei annak magyarán, hogy megvalósuljon a széles összefogás, mik az akadályai és mik a feltételei megvalósuljon? Már most úgy zártad le, hogy ne folytassad, de ezt lehet úgy folytatni, hogy válaszolok a kérdésre, de szerintem anélkül ez nem megy, hogy a szereplők ne vennék tudomásul, hogy változni kell. És most nem beszédeket szeretnék hosszan szavalni, mert nem kenyerem, de nem lehet ezt változás nélkül megcsinálni. Tegyük hozzá, Magyarországon a Jobbik erősödése, a mai Jobbik megjelenése, most leegyszerűsítek, előtt középre törekvő és nagyon pregnáns középre törekvő politikai szándék volt legalább kétszer a 20 évben, 15 évben, az egyiket Orbán Viktor csinálta 98-ban, taktikai stratégiai értelemben is helyesen, és még azt hiszem igaza is volt. És ha ez számít a véleményem szempontjából, másrészt ezt nem csak a mundérbecsületének védelmében mondom, mert hogy én akkor kampányfőnök voltam, és büszke is vagyok rá, az 2006, amikor Gyurcsány Ferenc a magyar baloldal, balközép oldal szempontjából lehető legtágabbra húzta, vagy mindaddig a legtágabbra húzta a balközép választói tábort a centrum fele, amit ő akkor hitelesen tudott megtenni egy akkori Fidesz-szel szemben, amiről most nem mennék bele, hogy milyen, mert félrevinni ezt a beszélgetést. Ezt azért mondom, mert szerintem eleve nem lehetetlen ez a kérdés, csak azok a választói csoportok, részben ugyanezen Gyurcsány Ferenc miatt, akit én tovább barátomként tisztelek, még ha rengeteg-rengeteg politikai vitánk is van, hát előállt, aztán ebben a Fidesznek, és még ezer más dolognak, a világválságnak, a magyar gazdasági modell kimreművülésének, ezer dolognak van, köszönöm, felelősség ezt. Azért mondom, mert ezek a választók ott középen, ott a bizonytalanok között ebben élnek, és ennek a helyzetnek a megértése nélkül, ez a válaszom az elsődleges kérdésre, hogyha ezt nem értik meg a politikai szereplők, és nem ez szerint politizálnak, vagy mindannyian megpróbálják megtalálni a maguk támogatói körét, ezen jelenleg részben sértett, részben kiábrándult, részben elbizonytalanodott, részben szecesszió, a szecessziós jegyeket mutató választópolgárok, vagy a szecesszió jegyeit mutató, bocsánat, választópolgároknak, akkor ebből nem lesz kellően széles választói koalíció. Azért ha egy szó, akkor az, hogy igenis változni kell, és ebben szerintem nem lehet megkerülni az önreflexiós elemet, nem lehet megkerülni az ügynök aktát, nem lehet megkerülni a 2006 őszét, de nem lehet megkerülni a multinacionális vállalatok beruházásainak egyik irányból a védelmét, csak hogy olyat mondjak, amivel nem mindenki feltétlenül egyetértő álláspontom van, de azt is, hogy hát egyébként az sincs rendben, hogyha egy privatizált közszolgáltató vállalat akár ilyen privatizációs szerződést itt talán nem ruház be a villamos infrastruktúrába, és az ott akkor problémákat okoz, akkor arra is hatépsági ágon, nyilván nem államosítási ágon, de valamit tenni kell. És ezt az ígéretet, még ha nem is így van a választónak a fejében, hogy tegyen már valamit a privatizációs szerződések betartatásával az állam, de a mindennapokban ez bebeszivárog. Ha ebben nincs egy komplex változás üzenet odatéve,
akkor szerintem ez nincsen meg. Másik oldalról, itt talán van vita, hogy annál én bonyolultabbnak láttam, mint hogy legyen egy jó kis balközép program itt lepakolva, mert látjuk, hogy balközép pártok nálunknál szerencsésebb társadalmi helyzetű országokban, tőlünk nyugatra, Európában is küzdenek azzal, hogy hogyan lehet N plusz 3 hónap a választás után hitelesnek maradva balközép programmal nyerni. Most nem csak François Hollande-ra akarok utalni, aki hát balrában a bizonyos értelemben európai konszenzusról bizonyos értelemben megosztja a balközép európai konszenzusnak a jelen állását. Hát, bár lehet, hogy majd újra választják, de egyelőre időarányosan biztos, hogy nem áll annyira jól, mint valószínűleg ezt ő képzelte a személyes megítéltségében. Ezt nem, én azt gondolom, ezt meg ki lehet heverni, csak azt akarom mondani, hogy úgy, hogy hiteles is maradjál, és meg is tud csinálni, meg legyen rá egyébként fiskális tered, azt szerintem egyen bonyolultabb a mai helyzetben, mint hogy akármit mondanak a státuszirigy helyzetbe sodródott állampolgárok, hát itt akkor adni kell bizonyos célokra többet, mert ez ennél bonyolultabb. Utolsó megjegyzés. Én nem szeretem azt, aki az, nem szeretem azt a pozíciót, aki, amely azt mondja nyilván, hogy hát ezt eleve nem lehet ezt megcsinálni, mert itt, hát itt ez eleve elrendelt, hogy az Orbán Viktor kormányozzon 100 000 évig. Ilyen a magyar társadalom, ezt érdemeljük. Nem? De azt se gondolom, hogy ez vita nélkül meg lesz. Tehát szerintem, ha van a politikai elit csoportoknak, akármilyen irányból is jöjjenek felelősségük, az pont az, hogy ezt egy kulturáltan, részben zárt ajtók mögött, részben publikusan, részben értelmiségi csoportok bevonásával, részben anélkül végigvitt programegyeztetés és később személyegyeztetési folyamatban el lehet érni. Én nem vagyok egy ilyen hurrá optimista ember, hogyha ezt talán ki tudtam alakítani az elmúlt percekben magamról, de ezt én egyébként relatíve a legkönnyebbnek látom. Sok nehézség van, sok fekvőrendőt pakolt be elénk a kormány egyéb eszközökkel, zárul ezért a minimum feladat is, meg kell ezt oldani, de ezt én nem látom annyira nehéznek, sokat kell beszélni, zárója már a program kérdést, az is sem látom akkor a problémának, mert a kérdések 65-70%-ában könnyen egyet lehet érteni. Részben azért, amit az Oli is mondott, hogy olyan oktatási politikát valósítanak meg, amilyet, és nyilván mindig össze lehet veszni részkérdéseken, de egy bizonyos pont után azt hiszem, hogy ma könnyebb konszenzust csinálni, szegény Pokorni Zoltán, most kompromittálom Pokorni Zoltánig elmenően, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy akár csak 3 évvel ezelőtt. Viszont az újraelosztási kérdést, az adórendszer kérdését, általában az állam terjedelmének kérdését, ha negligáljuk ebből a belső vitámból, aminek nyilván van publikus felülete, akkor egészen biztos, hogy a hazugság és a túlmenedzselt leváltó hangulatnak a később minket leváltani akaró hangulatváltsapó helyzetébe megyünk bele. És ezt viszont el kell kerülni. Magyarul változás, és szerintem program alapú vita érdemben, még egyszer szerintem ez nem lehetetlen, mert ha van fontos dolog az elmúlt 2 évben az MSZP oldaláról, ezt érzem, mint az MSZP tagja mondom, az az, hogy az MSZP úgy tudott visszaszerezni szavazói csoportokat, hogy ezért nem kellett cigányozni, a kellett most itt, hogy mondjam, dőltbetűvel. Orbán Viktornak szociális népszavazásra volt szüksége, hogy maga csoportjaiban bemigráltasson olyan választókat, akiket korábban nem volt képes. Az MSZP, most hogy próbálják jó analógiát gyártani, nem kezdeményezett, most mindegy mi a jogszabályi környezet, a teljes és kritika nélküli újraintézményesítés, a rendőrök nyugdíjának ügyében teljes és kritika nélküli népszavazást, vagy bármilyen társadalmi kezdeményezés, már a szolidaritás sem azt mondja, hogy ezt úgy és abban a formában újra kell csinálni. Van pozíciója ebben, de szerintem reflekt, vagy bonyolultabb pozíciója, vagy struktúráltabb pozíciója. Mindezt csak azért mondom, hogy szokás szidni az MSZP-t, szokás szidni az inkum, vagy a létező státuszkó létező pártjait a ellenzéki oldalon, a Jobbikon innen. De szerintem ahova most eljutott az ellenzéki oldal, az új mozgalmak nélkül is, az relatíve kevés politikai költségáram valósult meg, és ez mindenképpen eredmény, mert lehetett volna ezt drágábban megoldani, és akkor viszont sokkal nehezebb lenne most a középfele fordulni. Jó. Okay. Úgy kapcsolódnék ehhez, hogy szóval a Fidesz azt a szívességet is megteszi, hogy
tehát bizonyos dologban a közvetlen beavatkozási pontokat illetően nagyon, nagyon egyszerű a helyzet. Tehát az, hogy mi az, amit sürgősen meg kell változtatni, és milyen irányba kell megváltoztatni, ez azért elég világosan látható társadalomban és alkotmányosság szempontjából is, nagyon sok, sok minden szempontból, és könnyen lehet, hogy ezek a gyors beavatkozások, ezek kitöltik a 4 évet is. Amit én nehéznek érzek, hogy úgy körvonalazódjon egy olyan modell, amiben úgy fenntarthatóan tud működni a magyar társadalom, hogy ez egy élhető ország legyen, ahonnan nem azt, hogy nem kell elmenni, de mondjuk nem érdemes, vagy valami ilyesmi, ugye? Ennek különböző formáit fogalmazzák meg politikusok, de mindenki érti, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez egy ilyen értelemben egy modellvita, amit ugye nehezít az, hogy ez az alapvetően minta a követő ország, ez a mintáit is elvesztette, mert a mi mintáink is keresik a saját mintáinkat, és akkor egyébként hozzáteszem, ez fölveti esetleg azt a kérdést is, hogy nekünk nem háborúznunk kell Brüsszelben, hanem mondjuk aktívan kellene alakítanunk magunknak is az új Európáról szóló víziót, és nem partonáról kellene orbiválni velük. Na szóval azt akarom mondani, hogy ha ezt már ketté tudnánk választani, hogy vannak közvetlen ügyeink, amelyeknek én is azt látom, hogy program szinten egyébként jól megragadható közös pontjai vannak, akkor az sok mindenre választad, és aztán ez lehetőséget, helyet, időt csinál arra, hogy a nagy magyar vízióról egy kicsit próbáljunk beszélni, hogy hogyan fogunk mi itt élni 2050-ig. Tetszőleges dátumot tud a lehet írni. És még egy dolgot mondanék, hogy ezzel az ellenzéki együttműködéssel, meg nem együttműködéssel, meg győzelmi esélyekkel kapcsolatosan egy nagyon kétlelkű vagyok, hullámzó hangulatban lehet engem találni általában, hogy azt látom, hogy lesz-e, vagy azt, hogy nem lesz. Ha most éppen a mai Dr. Jekyll énem van jelen, akkor én azt mondanám, hogy azért itt egy nagyon fontos dolog történt, az nevezetesen, hogy hát azzal, hogy a Milla és a Szolidaritás szobált Bajnai Gordonnal, ezzel végül is az a fal leomlott, ami arról szól, hogy a 2010 előtti szereplőkkel már pedig egy levegőt se vagyunk hajlandóak szívni. Most, hogy innentől kezdve milyen további következtetéseket vonnak le az érintett szereplők arra vonatkozóan, hogy egyébként akkor az MSZP nevű képződménnyel hajlandóak-e egy levegőt szívni, vagy mikor emészték meg ezt a problémát, az egy kérdés számomra. De én úgy érzem, hogy innentől kezdve az a fal, ami itt volt, az minthogyha nem lenne, tehát már csak nem is üvegfal, nem csak át lehet látni rajta, hanem minthogyha nem létezne. És ettől kezdve ez politikai döntések, tehát hangsúlyozom, nem elvi kérdés, hanem politikai döntések kérdése, hogy valamiféle együttműködés kialakul-e. Számomra, elemző számára ez egy döntő, egyébként állampolgár, meg mindenféle minőségemben egy kérdés az, hogy mondjuk ezek az új formációk, amelyek a korábbi establishment pártokhoz képest jöttek létre, ezek tényleg alkalmasak-e olyan szavazók bevonzására, és akkor itt megint a dunántúli polgára utalnék, a bevonzására, akik tényleg nem szívesen szavaznának az MSZP-re, de nagyon jó lenne, hogyha ide szavaznának egyébként egyszer az életben. Szerintem ez egy döntő kérdés, hogy erre lehet-e valamiféle alkalmasságot szerezni, ami kicsit arról is szól, hogy a Fidesz és a demokratikus oldal közötti szakadék az hol fog húzódni? Tehát valahol tök középen fog húzódni, vagy valahol nagyon jobbra, és a Fidesz beszorul egy jobboldali sarokba, és nagyjából egyébként ott az emlegetett pakisztáni-afganisztáni határ közötti áramlás fogja őt fönntartani, de egyébként beszorul a nem tudom milyen színű jobboldali sarokba, vagy jobb sarokba. Miközben, és az én álmom, az én értelemben egy ilyen kulturális, szociál-pszichológiai rendszerváltás, ami arról szól, hogy ezt a konfrontatív és önfelemésztő politikát kellene leváltani, aztán ezt sikerül leváltani, ez tényleg a vizionális énem, akkor onnantól kezdve már voltak éppen jóval kisebb jelentőség van egy választásnak is, akkor a választás az már csak a kormánypártnak a megválasztásáról szól, de nem arról, hogy élünk-e vagy halunk. Hadd induljak ki, tulajdonképpen mind a kettő megszólással azt gondolom, hogy nagyon egyetértek. És hadd induljak ki abból, ami talán a médiában így akár az új civil mozgalmak, vagy konkrétan a Milla pozíciában, én azt gondolom, hogy ez egy félreértés. Miszerint is ugye a
tehát ezen mozgalmak nem hajlandók egy szobába sem lépni az establishmenttel, mondjuk. Ugye ez... Tudom, de azt mondom, hogy azért viszont az egésznek a média recepció az ugye, ja, az nagyon ez irányba mutat. Hadd mondjak egy nagyon rövid történetet. Március elején csináltunk egy konferenciát, arról azt a hipotézist próbáltuk majd megvizsgálni, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének a pontjai azok most egy törést jelentenek, vagy pedig azoknak megvoltak az előképei, amelyekből ez a egy kétharmados hatalmi környezetben radikalizálódtak, és egy ilyen abszurd önjáró pályára indulva aztán szétvertek maguk körül persze mindent, de hogy megvoltak-e ezeknek az előképei. És ugye ez egy, szóval abban a média környezetben, amely hát ugye ezt a két pólust, ezt két pólusra van oszolva, ez egy borzasztóan kockázatos vállalkozás, mert onnantól kezdve akkor az ember be van sorolva, tehát hogyha bármifajta kritikát ugye megfogalmaz a 2010-es évek elől, akkor be van sorolva a demagóg, a differenciálatlan, stb. Jelzőket ugye szokták ezt rendszeresen ránk illeszteni. És ezért a kollégámmal, a Boda Zsolttal azt gondoltuk, hogy lesz egy ilyen felvezető előadás. Csak azért mondom ezt a történetet, mert ez egy nagyon tipikus. Csak az, hogy mi történt aztán azóta. Amelyben a PowerPoint-ra kivetítettük ezt a három állítást, hogy nem gondoljuk, hogy Fidesz egyenlő MSZP, minden politikus hülye. És ehhez képest az a újságíró, aki ott volt, lefényképezte ebből a kivetített képből, hogy Fidesz egyenlő MSZP, minden politikus hülye. A civilek szerint minden politikus hülye jelent meg az aznap estéz, és mondjuk átvette 50 darab különböző kisebb-nagyobb híroldal. Tehát azt gondolom, hogy azért van a, tehát én azt gondolom, hogy a baloldali sajtóban véleményformálók között is igenis ugye el kell gondolkozni azon, hogy miért vannak meg ezek a beidegződések, amelyek meggátolják azt, hogy itt egy valódi változásra lehessen a baloldalt is rávenni. És itt kapcsolódnék vissza a Viktorhoz, akivel teljes mértékben egyetértek abban, hogy változás nélkül a baloldali szereplőknek egy hiteles változása nélkül igazándiból vagy nem lehetséges, vagy nem érdemes leváltani ezt a kormányt, és annak, hogy az esetlegesen felálló új kormányt egy év múlva pedig el, vagy egy éven belül meg elsöpörje a népharag, és akkor újra kezdődjön 2006, egy teljesen annak az illegitimitásnak a fenntartása a Fidesz részéről, amit ők nagyon jól meg tudnak szervezni, igazándiból annak túl sok értelme nincsen. És itt jön be az a történet, hogy az a balközép program, amit leteszünk, az hiteles lesz-e, és az emberek elhiszik-e arról, hogy ez egy megvalósítható program. Ezen az említett márciusi konferencián van ez az Így írnánk mi című szerintem nagyon jó blog, és ennek a szerzői mutatták be azt, Fidesz-MSZP programokat összehasonlítva 98-ból, 2002-ből, 2006-ból és 2010-ből, hogy hogyan hirdette meg minden egyes program a jogszabály alkotásnak a racionalizálását, átláthatóvé tételét, a hatékonyságvizsgálatokat, az, hogy itt aztán nem lesznek ilyen ad-hoc kormányzati rendelkezések, meg és akkor ugye a 2000-es években jött ez, amikor ezek a nagy, szép nagybetűvel írott kormányzati programok uralták a médiát. És hát láthatóan ugye tehát azért a kormányzatok a hatékonysága, hogy most erre a világbankos mutatóra is egyébként visszamutatják, hogy nem csak egy szubjektív értékelés szerint, de az egyáltalán nem javult. Tehát miből lesz magyarán, hogyha most az MSZP kirak az asztalra egy új gazdasági programot, amit most nemrégen publikálták. Én nem olvastam, de azt gondolom, hogy nagyon sok minden biztos nem más, mint a 2006-os, 2002-es program. Lehet, hogy valami tök más, de azt gondolom, hogy az, hogy ezt emberek el is higgyék, hogy ennek a megvalósítása másképp fog kinézni, ahhoz egy nyílt demokratikus vitára van szükség. De ezt el kell olvasni. Tessék? De ezt el kell majd olvasni. Nem. Én azt gondolom, hogy ott ugye ez erről majd onnantól kezdve, tehát most ugye még nincsen szó arról, hogy most egy ilyen protest hangulat van még,
nem az a hangulat, hogy mit csinálnánk, ugye pozitív állítások azért egyelőre még nincsenek megfogalmazva a pártok részéről, az ellenzéki pártok részéről, az ügyben, hogy mit csinálnánk talán. Tehát, de még a civil, vagy a hazai is haladás. Szerintem olvasd el, mert nem tudtam megvédeni, de jó, azért mondom, hogy tehát, nem azt mondtam, hogy ez most pont ugyanaz, de hogy akkor lesz ennek egy hatás, hogyha az emberek elhiszik azt, hogy ez egy másik gazdasági, vagy másfajta gazdaságpolitika, másfajta szociálpolitika lesz mondjuk, mint az előző időszakban. És én azt gondolom, hogy a civil oldalnak az lehet a szerepe, hogy ezt kiprovokálja, illetve föltegyen bizonyos kínos kérdéseket is, és ezt a fajta párbeszédet megindítsa, amelynek igenis része kell lenni annak, hogy mekkora államot szeretnénk. Nyilván vissza kell nyesni az államot. Azt gondolom, hogy ez nem egy olyan dolog, amelyet így a suba alatt lehet tartani, és aztán majd akkor megcsináljuk a kellemetlen intézkedéseket, és azt majd valahogy eladjuk akkor. Viszont az sem igaz, hogy az államot mindenhol pontosan ugyanolyan mértékben kellene visszanyesni, és akkor itt kezdődik el az, hogy egy olyan fajta nyílt demokratikus vitát kellene indítványozni, vagy beindítani, amely ugye fel tudja tenni, hogy mit szeretnénk. Azt szeretnénk azt, hogy mondjuk még 10 000 gyerek menjen éhesen iskolába? Nem tudom. Szeretnénk azt, hogy a nyugdíjasoknak mondjuk a felső felétől elvegyünk, kiket fogunk megsérteni, hol lehet egyáltalán, hol tudunk az elfolyó korrupcióból visszaszerezni pénzt. És én abban bízom, hogy a következő fél év vagy egy év az ezekről a kérdésekről fog szólni. A rendszerváltás kudarcától majdnem eljutottunk a hurrá optimizmusig, úgyhogy akkor 2014-ig már előre tekintettünk, most azt szeretném, hogy tekintsünk egy kicsit 2014-en túlra. Egyetértve abban, hogy a kormányváltás az nem csak kívánatos, hanem lehetséges is, és nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk, mert azt gondolom, hogy ennek a kimondása az egyik feltétele annak, hogy ez tényleg meg is történjen, mert a apátia a Fidesz legnagyobb barátja. Most az utolsó kérdés, amire szeretnék ráfordulni, az, hogy ugye a kormányváltásról túl rezsimváltásról is szoktunk beszélni, ugye itt egyetértés van abban, hogy a különböző aknák, amiket a Viktor is említett, azok megnehezítik azt, hogy egy balközép kormány balközép módon kormányozzon abban a szerencsés esetben, ha a győzelem összejön. Mi tehető rezsimváltásért abban a váratlan és meglepő esetben, hogy a balközép győzelem van, de balközép kétharmad még sincsen, ami megkönnyíteni mondjuk ezeknek az aknáknak a felszedését. Erről milyen elképzelések vannak? Egy megjegyzés a Csigó kollégának. Egy szava volt, hogy én azt mondtad, hogy egyetért ezt a változásból, hogy a baloldaliaknak változni kell, én nem ezt mondtam, én azt mondom, hogy mindenkinek változnia kell, a civileknek is. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy én nem azt mondtam, hogy ez egy valakinek ebben kitüntetett dolga. Szerintem mindenkinek kell változnia. És az meg a végéhez tényleg bocsánatot kérek, de ha ennyire egyszerű volna, ennyire egyszerűek volnának a szakpolitikai dilemmák, hanem nem vindikálnám magamnak azt a jogot, hogy én a kormányzati tapasztalatnak valami tökéletesen birtokában lennék, de valamicskét már láttam ebből. Hát, az így volna, hogy hát akkor most legyen még 10 000 gyerek éhen, hát akkor könnyű dolga volna Orbán Viktornak, és könnyű dolga volna Horn Gyulának, vagy lett volna, és Gyurcsány Ferencnek, vagy akár Balné Gordonnak, és ezek a dolgok bonyolultabbak, azt hiszem. Tehát, hogy ne egyszerűsítsük le, mert a szlogenek szintjén részben könnyű egyetérteni, de könnyű összeveszni, és amikor viszont ki kell számolni, és le kell írni, és meg kell mondani, akkor általában mindig nehezebb lesz ez a dolog, én azt tapasztalom, és e tekintetben mert tényleg nem tisztem megvédeni a tekintetben az MSZP-nek ezt a programját. Rengeteg dolog van, amivel én nem értek benne egyet, de az, hogy ma egy baloldali, önmagát baloldaliként, és nem balközéperőként, vagy inkább baloldaliként leíró erő bemeri írni egy programjába, hogy növelni kell a SZIA-t bizonyos csoportoknak, és csökkenteni a bankadót, az inkább politikai bátorságnak tekinthető egy ilyen közegben, egy ilyen Fidesz-szel szemben. Még akkor is, ha biztos van 5-10-100 dolog, amivel nem értek egyet abban a programban, de az hangütésében szerintem inkább közelít ennek a konszenzusnak a megteremtéséhez, amiképpen egyébként én olvastam az LMP programját is, vagy alternatív költségvetését,
meg a jogállami korrekcióról szóló, vagy tágabb értelemben vett korrekcióról szóló programpontjait. Ezért vagyok ebben relatíve optimista egy bizonyos pontig, utána viszont nagyon kemény vita folyik majd, de ennek le kell folynia. A kérdésedre válaszolok. Szerintem ez a vita, ez egy, az egyik legfontosabb vita, ez szerintem búvópatakként előjön. Én elnézést az egoizmusért, én akkor, az én tudatom horizontjára az akkor ért oda, amikor Őrsi Mátyás írt egy publit tavaly márciusban, az Magyar Narancsban talán, amely körülbelül úgy foglalható össze, hogy akkor legyen egy de jure alkotmányellenes népszavazás, az egy proklamációval kiírván, csak zárjában mondom, hogy mai eszünkkel a mai OVB, vagy mi lesz annak a neve, utódja, majd megnézném, hogy hogy írná azt ki, de most ez egy, tényleg egy zárójel. Azt akarom csak mondani, hogy arra tényleg ez az egoizmus azért elnézést, én próbáltam viszonylag frivolan azt válaszolni, hogy talán ezt azért mégse kéne, nem kéne meghűlni. És azóta egyébként államnál tisztelemet reméltől megtanultabb emberek is folytattak ebben vitát. Majtényi László is, maga az EKINT szerintem intézményesen is hozzászólt, maga, te magad is publikáltál most blogodni, illetve azt hiszem az ÉS-ben is talán. Van ennek egy visszajövetele itt, itt a EKINT pontjai kapcsán, és Kis Jánosnak néhány héttel vagy nappal ezelőtti hosszabb írása kapcsán. Szerintem ez egy fontos vita. Az én álláspontom ebben, ami az én álláspontom abban elég világos. Ha nincs ebben 50%, akkor egyrészt mindent meg kell tenni annak érdekében aktív hatalompolitikai eszközökkel, demokratikus hatalompolitikai eszközökkel, hogy megteremtődjenek a társadalmi kétharmadnak a feltételei, és akkor akár időközi választás árán, vagy bármilyen más legitim és jogszerű eszközzel el kell érni, hogy akkor egy választáson immáron valaki kétharmadot nyerjék. Már hogy a valaki az most nyilván ugyanaz az oldal, nem a Fidesz. Másik oldalról én most kénytelen leszek bemenekülni Kis János mögé ebben, hogy egyébként pedig nincs más. Ott van egy döntési pont, hogy maga a Fidesz mit kezd magával, hogyha ez a vereség bekövetkezik. A futurológiai kört nem futnám le, hogy akkor milyen szcenáriók vannak, mert szerintem jussunk el oda. De viszonylag könnyű látni, hogy ha marad az Orbán Simicska tenger, akkor hát viszonylag nehéz lesz ezt a dolgot megoldani, ha itt ott más folyamatok indulnak el. Akkor sem gondolom, hogy evidensen egyszerű lesz, de azt gondolom, hogy akkor nyílik arra tér, hogy egyébként a középtávú stabilitás szempontjából megtörténjen egy konszolidáció, és akkor itt jön az a rész, amelyben Tordai Csaba, kurátor kollégámmal részben közösen, de ő azért, mert én nem vagyok alkotmányjogász, az ő kollégáival írt alkotmányt, amelynek például a preambulumába én is beledolgoztam, ez tavaly június talán, és akkor itt jön az a vita, hogy akkor ennek a tárgyalása nem politikai technikáját tekintve, hanem tartalmilag miről kell, hogy szóljék, és miről nem. Ebben is szerintem már volt vita, ebben kaptunk a pofánkra a Csabával rendesen, mely szerint mi valójában a Horthy restauráció ügynökei vagyunk azért, mert nem feltétlenül a Szent Koronát vennénk ki először a preambulumból, hanem próbálnánk a kétharmados intézmények kétharmados fogoly volt, tehát egy picit korlátozni, és rögtön utána neki esne a preambulumnak. Ezt most direkt azért élezem, hogy mindenki értse, hogy mire gondolok. Szerintem ez egy fontos vita, ez szerintem része ennek a folyamatnak. Egy dolog biztos, hogy de jure törvénytelen, még akkor is, ha ezt a Fidesz tette eszközökkel, a Fidesz teremtette eszközökkel nem lehet élni, viszont ha valamiben volt gyengessége más dolgok mellett a úgynevezett elmúlt 8 évnek, akkor azért az is oda tartozik, hogy a demokratikus keretek között, a demokratikus erőpolitika eszközeivel, legitim eszközeivel aktívabban és, hogy mondjam, tudatosabban kell élni, mert azért van annak tere, hogy jogilag legitim és politikailag is legitim eszközökkel elérjen egy demokratikusan kormányozni akar oldal ebben az országban eredményeket. A kétharmadnak a feltételei szerintem megteremthetőek, de óvnék mindenkit attól, hogy ebbe hergelje bele magát. A Fidesz relatíve látványos, hogy a maihoz képest folytatódó összeomlása nélkül annak nincsen társadalmi támogatottsága, még egy olyan fura dinamikájú választási rendszerben, mint a mostani is, és azt viszont, amit talán fura mód néha kimondva, néha kimondatlanul Siffer András képvisel, mely szerint kétharmadot nem lehet, úgy mondja, hogy nem lehet egy harmadára szorítani a Jobbikot és a Fideszt együtt, akkor ő magának nincsen arra pozitív válasz, hogy akkor érdemes egy 50% fölötti dologba részt venni, és ezzel kicsit azt is implikálja, hogy nem is érdemes ezt megcsinálni.
ebben szerintem bonyolultabb a helyzet. Először is én is onnan indulnék ki, hogy van a kétharmad megteremtésének a lehetősége, ez mondjuk az A terv, és akkor onnantól kezdve jön az a B terv, hogy mi történik, ha ez nincsen meg. Ha én politikus lennék, akkor alkotmányjogászoktól rendelnék különböző verziókat, és politikusként az én szövetséges partnereimmel eldönteni, hogy ezek közül mit vállalok. Nagyjából erről szól ez a történet. Egyébként, hogyha nincsen kétharmada, egy újabb demokratikus bal-közép kormánynak, akkor egyrészt az alaptörvényben egyelőre még az nincs beleírva, hogy az alkotmányosság gyakorlati elveit tilos betartani, tehát ettől még lehet alkotmányos módon gondolkodni. Egyelőre talán még az is lehetséges, hogy mondjuk például a társadalombiztosításban a szerzett jogoknak a komolyan vételét visszaállítsuk, tehát hogy ilyen lépéseket lehet tenni. És a harmadik dolog, és ez oda tartozik az alkotmányjogászi technikáknak a sorába, hogy hát azért a Fidesz ezt a bizonyos gránit alapot, ezt azért nem tudom, valami maró savval már leöntötte, tehát az abban foglalt megváltoztathatatlan és tévedhetetlen rendelkezéseket, mondjuk államadósságkorlát vagy adórendszer ügyében ő maga is hát nem győzi kijátszani, mert pontosan tudja, hogy nem tudja ezeket betartani. Következésképpen itt azért nyílik egy bizonyos játéktér, ami egy elég fura és kicsit ilyen túltágast álló kormányzást tesz lehetővé, de bizonyos mozgásteret nyújt, és nyilván ezt akkor föl kell mérni. Én is azt mondanám, hogy tehát kétharmad nélkül is van értelme a Fidesz leváltani, hogy legyek ilyen nagyon-nagyon-nagyon értékelített. Ezt mondtam volna én is, úgyhogy nem Hétkor az eseménynek véget kell vetnünk, van 15 percünk, és én szeretném a közönségnek átadni a szót, hogyha vannak kérdések és észrevételek, és arra kérek mindenkit, hogy a többiekre való tekintettel lehetőleg röviden tegyük fel a kérdéseket. Akkor megpróbálok rövid lenni. Az egyik az, hogy azt gondolom, hogy nem bal közép, hanem közép kell. És ez jobban is kommunikálható, tehát mondjuk a Dávid Gyibolya féle MDF az abszolút vállalható, egy amellett jobb oldali ideológiával, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen meg kell egyezni azokban a demokratikus elvekben, amik egy mindenféle amúgy egyéb ideológia közép számára elfogadhatóak. És teljesen mindegy, hogy a mellett bal vagy jobb. Én világértelemben balra szavaztam, de simán tudnék egy jobb középre is szavazni, a létezni ezt Magyarországon. Tehát, hogy ezekre kell, én azt gondolom, hogy a hangsúlyt helyezni. A másik pedig az, hogy lehet álmodozni a kétharmadról. Ennek azért nagyon nagy valószínűsége szerintem nincsen. Tehát igenis tudni kell, hogy mit csinálunk akkor, hogyha több mint 50% van, de nincs kétharmad, ugyanis, hogyha ezeket a Fidesz által jelenleg kétharmaddal meghozott törvényeken belül nem lehet egy valódi változást létrehozni. Nem lehet. Tehát ezt tudni kell, hogy milyen ideológia mellett, de igenis át kell lépni, nincs más lehetőség. Tudnék még mondjuk 50 dolgot mondani, de ezeket tartom a legfontosabbnak. Voltam Zentai Ágnes, jogász. Köszönjük szépen. Akkor kérdések? Mindenki teszi a bekel. Akkor még egy mondatot. Hogy ezt most nem tudom egész pontosan idézni, de hogy a legalapvetőbb ennek a konfrontatív, és nem tudom mi volt a másik jelző létőnek a feloldása, mert úgy valóban azt lehet látni, hogy a bal oldalon is, ha valaki azt mondja, hogy fecske, akkor rögtön 50-en azt mondják, hogy egy idióta, mert még azt se tudja, milyen a fecske. Tehát egyszerűen olyan légkör van az egész országban ideológiától, mentesen, ami egyszerűen egy konszenzus képtelen helyzet, és ha ezzel nem lehet mit csinálni, és nem lehet mit csinálni azzal, hogy a média nagyon behatárolt, és nem lehet kizárólag azokra gondolni, akik rendszeresen nézik a neten a különböző ilyen oldalakat, hanem az is egy nagy kérdés, hogy juttatjuk el az üzeneteket azokhoz, akik ezeket nem nézik, mert hogy pillanatnyilag nem tudom, hogy hogyan, és ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. Most többeket is látok, Gulyás Józsi, aztán
még két másikért jelentkezik akkor. Egy széles körű megegyezés, ami mondjuk a kormányváltáshoz kell, az szerintem arányok kérdése lesz programok és személyek tekintetében. Itt egy fogalmat kihagytunk a beszélgetésben, ez az elitváltás, de most ezt nem akarom ezt fókuszban helyezni. Az utóbbi hetekben két időközi választási győzelem után az volt látható, hogy az MSZP ezt úgy értékeli, hogy egyedül is megnyerheti a választásokat. És most a Bajnai Gordon és mások belépését követően, mint hogyha lenne egy riadalom, hogy az az esély, ami fölcsillant részben közönkutatás adóktóban, részben pedig a időközi választási sikerek mentén, hogy az az esély az veszte látszana, és mint hogyha lenne egy félelem az MSZP-n belül, hogy kevesebb körzetük lesz, kevesebb helyük lesz, kevesebb mandátumuk lesz, mint amit elképzeltek pár héttel ezelőtt. A kérdés az, hogy mit gondoltak arról, hogy az MSZP-nek ez a típusú félelme, hogy kevesebb pozíciót fog a kormányban és a parlamentben, hogy ez mennyire akadálya annak, hogy arányokról, tartalomról meg lehessen állapodni. Köszönöm. Bocsánat. Ki akar elgálni? Zoli, először veled kezdem. Csak gondoltam az adatok már is kérdés. Akkor kezdem visszafelé, hát akadálya nyilván, hát erre nagyon egyértelmű választ lehet adni, az MSZP azzal számol, most nem célunk és feladatunk megvitatni ennek a realitását, hogy egyedül tudja produkálni ezt a 2 millió fölötti, amiről a Viktor beszélt nagyon helyesen, 2 millió fölötti szavazatszámot. Itt a döntő kérdés az, és tényleg nem tudok mást mondani, csak ismételni magamat, hogy nagyon tényleg az a döntő kérdés, hogy lesznek olyan politikai erők, amelyek tudnak hozni olyan plusz szavazókat, akiket az MSZP nem tud elérni. Tehát, hogyha a meglévő szavazóbázisnak az újrafelosztása zajlik, ez egy nagyon izgalmas játék mindenki számára nyilvánvalóan, de egyébként mondjuk így egy állampolgárilag ez kevéssé izgat bárkit, és szerintem, hogyha van egy kétharmadra alkalmas szövetség, akkor abban mindenki tud olyan helyet találni, ami az ő számára elfogadható. Ez egy nagy kérdés, ebből a szempontból itt még azért a következő hónapoknak fontos szerepe lesz, hogy meglássuk azt, hogy milyen terek nyílnak ki egyáltalán. Ami a bal-közép-közepet illeti, hadd tegyem világosra, szerintem én sem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy az irányait tekintve egy bal-közép programra van szüksége az országnak, hogy ezt politikailag hogy nevezzük, az egy másik történet, hívhatjuk én tőlem bárminek, tehát nem tudom, tehát honoráltnak is hívhatjuk, vagy teljesen mindegy. Ha a középre vevő a választó program, akkor hívjuk középnek, mert attól fog bejönni a középszavazó, most külön pályázatot írok ki, hogy mi a középszavazó, de tehát, hogy értjük, hogy miről van szó, tehát, hogy ilyen értelemben a tartalmának kell bal-középnek lenni, és a kétharmad ügyében is én azt gondolom, hogy amit én elmondtam, az is erre választ, mert inkább azt próbáltam érzékeltetni, hogy így vagy úgy, de át kell lépni azokat az akadályokat, amelyeket a Fidesz elénk helyezett. Azért hajlok arra, hogy teljesen nem lehet átlépni az alkotmányosságnak a kereteit. Ez is egy nagyon jó kérdés, csak ugye, hogyha az egyik kormány arrébb rakja egy 50%-os szavazattal ezt az alaptörvényt unblock, ahogy van, akkor a következő kormány semmi ebben nem fogja megakadályozni, tehát, hogy ebben egy olyan struktúrát kell találni, ami valamilyen alkotmányos fenntarthatóságot fog jelenteni a számunkra. Most vigyázzunk meg a kábel, az egy másik utat jár be, és ez nehézség lesz. Egy nehézsége kevesebb. A Gulyás Muska kérdezett. Szerintem, hogyha a nyilatkozatokat vesszük, akkor az, amit te mondasz, az nincsen. Mert az MSZP vezető politikusai azt mondják, amit szerintem kell mondaniuk, és el sem mondják. Nincs döntés, nyitottak erre, program alapú együttműködés. És a politikában szerintem a kimondott szónak van ereje. Ha most itt lenne a mögött többsége az MSZP-nek belül, és érdekeltnek látná önmagát abban, hogy egy héten belül gyártson egy kongresszusi többséget arra, hogy a bárki, akár az aktuális pártelnök, a miniszterelnök jelölt, akkor nyilván megtenné, mert ebben érdekeltek látná magát, és belül adottnak tekinteni a hatalmi feltételeit. Ha jól értem, részben azért, mert nem látja magát ebben érdekeltek, részben pedig egyébként nem is gondolja objektívesen célszerűnek, ezért nem ez történik, hanem olyan mondatok hangoznak el dokumentált formában, amely arról szól, hogy nyitottak az együttműködésre, tiszteletben kell tartani az értékeit ennek a szerveződésnek, el kell ismerni az erejét, de egyébként program alapon
stb. Most nem mondanám fel a leckét, mert olvassuk, hogy látjuk. Ezt csak arra mondom, hogy a riadalomnak annyi tünete van, most nyilván te is valószínűleg beszélgetsz emberekkel, meg nem akarom a hülyét sem tettetni, ez nyilván abban mérhető le, hogy valóban bele ment, nem is indokolatlanul az MSZP abba az útba, hogy ha más nem lesz itten nékünk társunk, akkor nekünk kell ezt megnyerni, egyedül, ugye? Hiszen az LMP egyébként többször demonstratívan ütötte el az MSZP-nek bármilyen formában, de feléje nyújtott kezét. Magyarul még azt sem mondanám, hogy ez nem volt, hogy mondjam, okadatolható ez a politikai viselkedés. A probléma szerintem az, mert távol tartanám magam attól, hogy az MSZP jelenlegi vezetését, akár az MSZP tagja is kritizáljam, az az, hogy arra a politikai feladványra, mert ezt viszont helyesen kérdezed, hogy a jelenlegi helyzetre a magyar társadalom és a magyar elit, a véleményvezérek, az újságírók, meg egyébként a politikai közép és a bizonytalanok szintjén érvényes és értékelhető választ adjon a ciklus közepére, az valószínűleg egyelőre nem jött össze, és ez teremtett lehetőséget arra, hogy mondjuk éppen például Bajnai Gordon visszajöjjön, visszatérjen, vagy hát aktív hatalmi ambícióról tegyen tanúbizonyságot. Magyarul, ha itt ez meg lett volna oldva ez a feladat, le lett volna gyártva a megoldás, akkor nem lett volna tere, akárcsak Bajnai Gordonnak ide belépni. Ezzel nem kritizálom objektíve az MSZP-t egy bizonyos ponton túl, mert hogy megmaradt, bár ebben felmenteni is akarnám, az szerintem eredet az vezetői eredmény, és ezt nem szabad alásni, hiszen egyébként még növelte is a szavazóbázisát, ahogy erről korábban beszéltünk. Most ezt csak arra mondom, hogy szerintem ez a helyzet részben kreáltatott, vagy teremtetett, részben pedig teremtődött. Nyilván a politikában ez a dolgnak a természetéből fakadóan már csak így vala. Arra a kérdésre válaszolnék, ha ezt úgy érti, hogy most itt valójában de jure nem jogszerű, amit a Fidesz folytat, bár én nem vagyok jogász, de arra azt kell válaszolnom, nem felmentve őket, hogy azt hiszem ők de jure jogszerűen csinálják, amit csinálnak. Jó, ez az én véleményem. Formailag jogszerű. De ebben biztos nem következik. Formailag a kormány döntése is jogszerűnek voltak. Most ebben a vitában nem mennék bele, mert rögtön úgy szorulnék be, mintha annyira nyilasokat védeném. Próbálom mondani. Jó, én azt gondolom, hogy ebből biztosan, akkor másfél mondom a végét, hogy ebből biztosan nem következik az, hogy de facto, vagy de jure törvényellenes eszközökkel ezt meg lehet haladni, és meg kell haladni. Pont. Ez is a vélemény. Mert ha demokraták vagyunk, akkor nem élünk ilyen eszközökkel. És szerintem rossz irányba keressük a választ akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy ha nem volt ehhez kellő társadalmi többségünk, részben persze az objektív adottságok, mert hogy nehéz a választási rendszer, meg a stb., meg ott ülnek azok, akik ott ülnek, meg másik oldalról, hát azért nem ejtsük fel a társadalmat, mert olyan a társadalom, hogy a mi cuccunk legyen bármennyire leegyeztetett, nem lesz kellően kelendő. Ha nem tudunk ezt kellő többséget képezni, akkor nem az az út, hogy a feltételrendszereket megerőszakoljuk, hogy nekünk aztán valamilyen módon, most mindegy, hogy jogszerűen, mint jogszerűtlenül, a mindegy, az most nem az én szövegem, megteremtsük ennek a feltételeit, hanem hát szerintem az, hogy próbáljuk akkor legitim többséget keresni, és az meg középfele van. Ez a válaszom erre. Sajnálom, kifutottunk az időből, jelezték a házigazdák, egy következő rendezvényre kerül itt sor hamarosan. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt és a figyelmet. Köszönöm.